Tisztelt képviselőtársak, tisztelt intézményvezetők, tisztelt televízió nézők, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napon. Megállapítom, hogy Bátaszékváros önkormányzat képviselőtestülete határozatképes, a megválasztott 9 főből 6-an jelen vagyunk, így a mai képviselőtestületi ülést megnyitom. Szavaztok. 5-en. De most már 8-an leszünk. Tehát akkor így van. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 8 fővel jelen van, így a mai képviselőtestület ülést megnyitom. Javaslom a képviselőtársaknak, hogy a napirendi pontokon változtassunk az előzetes kiküldöttekhez képest. Kezdeményezem a képviselőtestület tagjainál, hogy vegyük le a napirendi pontról a 183-as számú előterjesztést, illetve a 188-as számú előterjesztést. Viszont javaslatot tennék arra, hogy a képviselőtestület tűzze napirendi pontjára a 189-es számút, a 190, 192, 193, 194, 195 és 196-os számú előterjesztéseket. Az előterjesztések írásos anyaga az mindenki számára kijuttatásra került. Megengeditek, nem olvasnám fel a címüket, mert az elég sokáig tartana. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e valakinek más javaslata? Más javaslat? Amennyiben nincs, az általam elmondott módosítások figyelembevételével a napi rendi pontokról fogunk dönteni. Kérem, szavazzunk! Nyolc igennel a képviselőtestület a napirendi pontokat elfogadta. A napirend előtt tájékoztató a lejárt határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben meghozott döntésekről, két ülés közötti tevékenységről, valamint az előző üléseken elhangzott kérdésekre, interpellációkra tett intézkedésekről. Interpellációk nem érkeztek, előző üléssel kapcsolatban sem voltak. A képviselőtársak megkapták írásban a lejárt határidei határozatokról szóló tájékoztatót, illetve megkapták az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e valakinek kérdése a kiküldött írásos anyaghoz? Egyelőre kérdése jelentkezőt nem látok. Rövid tájékoztatást adnék az elmúlt ülés óta eltelt tevékenységről. Augusztus 28-án az Aliszkabau ZRT képviselőjével, műszaki igazgatójával Garai utcán tartottunk egy garanciális bejárást, lakosság részéről érkeztek panaszok, bizonyos műszaki változtatásokat kellett megoldani, időközben a megbeszélt műszaki tartalomváltozást végre is hajtották, elkészült, amit kértünk az állampolgárok nevében. Ezen a napon állampolgársági eskü levételére került sor. 29-én rendkívüli képviselőtestületi ülést tartottunk, ahol jóváhagytuk a nyárvégi rendezvényekhez rendelt költségeket. Ezen a napon rendhagyó gimnázium ballagás ünnepségen vettem részt. Az egészségi helyzet miatt a gimnázium ezen a napon tartotta meg az elballagó évfolyam ballagási ünnepségét. Kicsit furcsa érzés volt, de hát ezt az élményt nem lehetett elvenni a fiataloktól. 31-én a Szekszárdi Kosárlabda Klub vezetőivel, Szabó Noémivel és Szabó Gergővel egyeztettünk, Pomsár Szilvia szakosztály vezetőnek a jelenlétében, illetve közreműködésével. A Kosárlabda Klub szeretné a Bátaszéki Sportegyesület kosárlabda szakosztályával szorosabbra fűzni az elkövetkezendő időszakban a szakmai kapcsolatot, ennek a lehetőségeiről egyeztettünk. Szeptember 1-én Dombováron a megyenapon képviseltem önkormányzatunkat. Szeptember 2-án az önkormányzat által elnyert klímastratégia pályázattal kapcsolatban folytattunk egyeztetést a vezető kollégákkal. Fogunk jönni a beszerzéssel kapcsolatos döntések előkészítésével, illetve magának a klímastratégiának az összeállításával az elkövetkezendő időszakban. Ezen a napon a szekszárdi gesztorságú szociális társadalási tanácsok társadalási ülésén képviseltem önkormányzatunkat. 3-án az Antit Rádióban adtam tájékoztatást az önkormányzatunk elmúlt havi eseményeiről.
Sárpés polgármesterével, Figler úrral egyeztettünk étkeztetési feladatok esetleges ellátásáról. Sárpés részéről volt egy megkeresés, hogy szeretnének óvodai, illetve idősgondozási ellátásban lévő étkeztetési feladatokkal Bátaszékhez jönni, illetve Bátaszéktől igénybe venni a szolgáltatást. A számítások alapján elálltak ettől a lehetőségtől. Ezen a napon még a Mádvér Kft. Ügyvezetésével egyeztettünk a Kft. Új fejlesztési elképzeléseiről és területvásárlási elképzeléseiről. 5-én szombaton, abban a megtiszteltetésben volt részem több kollégánkkal együtt, hogy László tanár úrnak és kedves feleségének a 60. házassági évfordulója kapcsán egy fogadalom megerősítő ünnepséget rendezhettünk számukra. 7-én az Agrárlogisztikai Központ működtetése kapcsán Hünyi Pállal és dr. Módok Lászlóval egyeztettünk az elkövetkező időszak feladatairól, lehetőségeiről. 8-án az intézményvezetői megbeszélést tartottunk, ahol elsősorban az intézményvezetőkkel a COVID protokollal kapcsolatos teendőinket, feladatainkat beszéltük át az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan. Ezen a napon rendkívüli testületülés és rendkívüli bizottságülés zajlott, illetve ezen a napon még a német önkormányzat vezetőivel és a német egyesület vezetőivel a Kossuth utcai civilház felújítása kapcsán folytattunk egyeztetést. 9-én a önkormányzat keszthosságában működő MOB és ESZ társulás társulási tanácsülései voltak. 10-én a Cikói hulladék gazdálkodási társulás társulási tanácsülésén képviseltem az önkormányzatunkat. Szeptember 11-én és 12-én ünnepeltük városunk városavatásának 25 éves évfordulóját, ahol azt gondolom, hogy méltó körülmények között adhattuk át Bognár Jenőnek és Udvari Györgynek városunk elismeréseit, kitüntetéseit. 15-én a PIP Nonprofit Kft. Vezetőivel egyeztettünk egy együttműködés lehetőségeiről, ipari park kapcsán, illetve agrárlogisztikai központ működtetése kapcsán. Ezen a napon még Erzsély Péter tankerületvezető úrral folytattam egyeztetést a nyertes top energetika pályázatunk megvalósítására vonatkozóan. 16-án a KÖH polgármestereivel, tehát a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzati polgármestereivel tartottunk egy polgármesteri ülést, ahol gyakorlatilag az aljegyző kinevezésére került sor. Megkérném edzőasszonyt, hogy néhány mondatban legyen kedves az aljegyzői kinevezési eljárásról és annak eredményéről bennünket tájékoztatni. Köszönöm szépen, polgármester úr. Összesen 11 pályázat érkezett be a kiírt pályázati felhívásra. A 11 pályázat közül 2 pályázónak nem volt megfelelő olyan szempontból a végzettsége, hogy az aljegyzői munkakör betöltéséhez nem volt elegendő, úgyhogy az ő pályázataikat nem tudtuk figyelembe venni, elutasításra kerültek. A 9 pályázó közül 7 pályázó meghallgatására került sor, és én a polgármesteri fórumon tulajdonképpen dr. Firle Anna személyre tettem javaslatot, akit jóvá hagyott a polgármesteri fórum. Ő jelenleg a szekszárdi polgármesteri hivatalban dolgozik ügyintézőként, és október 15-től tudja betölteni az aljegyzői munkakört Bátaszéken. Köszönöm szépen, Jézus asszony. 17-én az önkormányzati tűzoltóság parancsnokával, Bóta Gyulával egyeztettünk a tűzoltóság működéséről, illetve az aktuális taggyűlésnek az előkészítési feladatairól. Ezen alapon a Német Egyesület közgyűlésén képviseltem önkormányzatunkat. 19-én, az elmúlt hétvégén nyárzáró rendezvényen vettem részt a Bézikhemi játszótéren, illetve hát sokunk örömére Magyar Kupa mérkőzést is tekintettünk meg. Főtáblán van a csapatunk is magabiztos győzelmet aratott ebben a fordulóban, illetve hát még azzal egészíteném ki, hogy a tegnapi nap folyamán Bátaszékre látogatott a megyei közgyűlés alelnöke,
vele gyakorlatilag a város és a megye kapcsolatáról egyeztettünk az elkövetkező időszakra vonatkozóan. Ennyiben szerettem volna a képviselőtestületet tájékoztatni. Kérdezem a képviselőtársakat, hogy akár a szóbeli kiegészítéssel, akár az írásos anyaggal kapcsolatban kérdés van. Amennyiben nincs, az írásbeli anyaghoz beterjesztett írásbeli határozati javaslatról fogunk dönteni. Kérem, szavazzunk! Nyolc igennel a képviselőtestület elfogadta. Kérdés és interpelláció az SNS meghatározott határidőig nem érkezett. Bejelentések következnek. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e valakinek bejelentése? Bejelentésre jelentkezőt egyelőre nem látok. Én csak nyílt ülés lehetőségeit kihasználva három dolgot szeretnék ismételten bejelenteni. Egyrészt, hogy örömmel tájékoztatom a nyilvánosságot is, hogy önkormányzatunk sikeresen pályázott a területi operatív programra és ennek megfelelően az általános iskola két épületszárnyának energetikai felújítására, valamint egy háztartási méretű kiserőmű felhelyezésére lesz lehetőségünk az elkövetkező időszakban. Örömmel tájékoztatom a képviselőtársakat, hogy a tájház felújítására benyújtott pályázatunk eredményes volt. Még egyszer szeretném megköszönni képviselő úr segítő közbenjárását. Ennek köszönhetően az elkövetkező időszakban megkezdődhet majd a tájházunknak a felújítási folyamata. Illetve hát apró örömök vannak, ugye a Covid helyzete kicsit lelassította a városüzemeltetési és egyéb fejlesztési elképzeléseinket, így most értünk oda, hogy át tudtuk adni az elmúlt héten azokat a játszótér felújításokat, amik egyrészt Kövesden, másrészt a Bézikem játszótéren történhettek meg. Emellett zajlanak még azok a városüzemeltetési feladatok egyrészt előkészítésben, másrészt végrehajtásban, amelyről a költségvetés elfogadásakor már a képviselőtestület döntött. Amennyiben nincs bejelentés a képviselőtársak részéről, rá is térnünk a napirendi pontok tárgyalására. Első napirendi pontunk a 2020 évi lakásfelújítási terv 2 szám módosításának és a Bátkom Kft.-vel kötendő vállalkozási szerződés 3 szám módosításának jóváhagyása, 157-es számú előterjesztés. Kérdezem az előterjesztőt, ügyvezető urat, akit egyben köszöntök, és van-e szóbeli kiegészítés? Köszönöm szépen. Annyit szeretnék elmondani, hogy a múltkori testület ülésen elhangzottaknak megfelelően felmértük a lakásállományt, hogy mit lehet pontosan tenni, és ez alapján született meg az előterjesztés. Nyilván ugye a rendelkezésre álló források lettek így felosztva. Én azt gondolom, hogy ez már egyszer egy nagy erőrelépés lesz, és ezt ugye december, tehát idei évben zárni is fogjuk az összes feladatot. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Sajnos a tegnapi nap folyamán már a pénz- és gazdasági bizottság nem tudta megtartani az ülését, így bizottsági véleményt most nem tudunk tolmácsolni, ezért azonnal a kérdések következnek. Kérdezem a képviselőtársakat, kinek van kérdése? Kérdés jelenkezőt nem látok, ki kíván az előterjesztéshez hozzászólni? Jelenkezőt nem látok, az előterjesztés vitáját lezárom. Az előterjesztésnek megfelelően villamos hálózat korszerűsítési feladatokat fogunk az elkövetkezendő időszakban elsősorban elvégezni, és erre vonatkozóan készült el az előterjesztés és az erre vonatkozó határozati javaslat. Képviselőtársak, határozathozatal következik, az előterjesztés egyes számú határozati javaslatáról fogunk dönteni, kérem szavazzunk. Nyolc igennel a képviselőtestület elfogadta. A 2 számú határozati javaslatról fogunk dönteni, kérem szavazzunk. Nyolc igennel a képviselőtestület elfogadta. Köszönjük szépen! Következő napirendi pontunk, Bátaszik város önkormányzatának 2020 évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 2 számú módosítása, 178-as számú előterjesztés. Moroz Zoltán pénzügyi tanácsadónkat kérném, hogy néhány mondatban ismertesse az előterjesztés parancsolatot. Köszönöm szépen, polgármester úr! A jelen előterjesztésben a költségvetési rendeletünk második ízbe kerül módosítása, ez elkészítette a pénzügyi iroda az összes ide vonatkozó táblázatot, illetve egy szöveges indokoló részt is.
Igazából egy elég jelentős összeggel, 35.561.000 forinttal nő a költségvetés főösszege, bevételi és kiadási főösszege, amely hát elég jelentős összegbe tartalmaz állami támogatásokhoz kapcsolódó kiegészítéseket. Egészen pontosan, mint egy 25,5 millió forintos összegben vezetnénk át a költségvetési rendelet számkeretein azokat a pótolagos támogatásokat, szociális ágazati pótlékokat, különböző kiegészítő támogatásokat, kulturális pótlékot, bérkompenzációt, amit menet közben az állam folyósított, illetve amiről készítettek kiközlő levelet is. A bevételek tekintetében még a nyári diákmunkával kapcsolatosan közel 3,5 millió forintos összegbe realizáltunk bevételeket, valamint bérleti díjak tekintetében az ipari parkhoz kapcsolódóan életbe léptek azok a szerződések, amire vonatkozóan tudtunk számlázni, és ezek között is közel egy ilyen 1.800.000 forintos összegben nő a bevételek, nőnek a bevételek ezen a soron. A kiadások tekintetében, amit kiemelnék, itt alapvetően igazából az eddigi, tehát az első módosítás és a mostani módosítási időszak közben keletkezett testületi döntések átvezetései valósulnának meg a rendeleti számokon, illetve azok az állami támogatások, amelyek ugye átpátlikázott pénzek, azok kerülnének be a kiadások közé, leginkább az átadott pénzekhez, mert ezeknek döntő többsége az intézményekhez, illetve a társulásokhoz lesz címezve. Személyi juttatásoknál egy 2,5 millió forintos nagyságrendet, dologi kiadásoknál viszont bizonyos csökkenések lépnek be, itt elsősorban a vészhelyzethez kapcsolódóan a Bátorszéki Bornokok program keret önmagában csak 11 millió forintos csökkenést jelentett. Tehát itt vannak olyan tételek, amik plusz-minuszba befolyásolják a költségvetést, de itt mindegy 5 millió forintos csökkenésről beszélhetünk. Főleg az állami támogatások átadása különböző intézményeknek, tehát főleg a MOB-nak és az ESZG-nek, társulásoknak közel 21 millió forintba tettünk rá javaslatot. Felújításoknál szintén testületi döntések alapján, kizárólag testületi döntéseken alapuló tételek szerepelnek bent, mint egy 9 millió 600 ezer forintos növekménnyel kalkulál ez a jelenlegi tervezet. A tartalékok állományába belül nagy mozgások vannak ugyan, de összesített számadatokban nem túl nagy a költségvetésre gyakorolt hatása, 204 ezer forinttal csökkennek, de belül azért komolyabb mozgások tapasztalhatóak, csak ezeknek az eredője ennyi. Az intézmények finanszírozása, tehát itt gondolok a köpre és a könyvtárra, szintén az állami támogatásokhoz kapcsolódó pénzek átadásában merül ki, mint egy 2 millió forintos nagyságrendben. Úgyhogy nagyjából ezeket szerettem volna kiemelni, és hogyha van valami olyan kérdés, akkor megpróbálok rá válaszolni. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Az előterjesztést ma a rendkívüli bizottság ülés keretében a pénz- és gazdasági bizottság is tárgyalt, elnök úr parancsol. Köszönöm, polgármester, a bizottság is tárgyalt, az előterjesztés tartalmazza az általános indokolási részt, a részletes indokolást, azon belül a bevételeket, a kiadásokat, táblázatba foglalva a pénzmozgásokat, akinek volt ideje, kedve áttekintette, végignézhette, hogy mit, hova, miért, milyen jogcímen a bizottságunk egyhangú szavazati arányal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztést. Köszönöm szépen, elnök úr. Közművelődési bizottság is tárgyalt, elnök úr parancsolja. Köszönjük, polgármester úr, elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, szociális bizottság is tárgyalt, elnök úr parancsolja. Köszönöm, elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen, kérdések következnek, képviselőtársak.
Kérdésre jelentkezőt nem látok. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Az előterjesztés vitáját lezárom. Képviselőtársak, döntéshozatal következne. Rendelet elfogadásáról fogunk dönteni. Minősített többség szükséges. A beterjesztett rendelet tervezetről fogunk kérem most dönteni. Szavazunk. Igen, a képviselőtestület a rendelet tervezetet elfogadta. Következő napi rendi pontunk, települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásáról szóló pályázat benyújtása, 172-es számú előterjesztés. Pénzügyi tanácsadó urat kérem egy pár mondatban vázolja az előterjesztés tartalmat. Parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester úr. Általában ez most már ilyen visszatérő előterjesztés, szokványosan vagy egy vagy két alkalommal nyújtja be az önkormányzat erre a pályázati lehetőségre a pályázati anyagát. Ebben az évben most szeptemberre datálódott ez. Szeptember végéig van lehetőség benyújtani pályázatot olyan tételekre vonatkozóan, amelyeket az önkormányzat vagy számlatartozásból, vagy egyéb más olyan jellegű tartozásból nem tud, vagy nagy nehézségbe ütközik annak a kifizetése. Ezeket próbáltuk mi úgy koordinálni, illetve csokorba szedni, hogy a pályázati kiírásnak ezek megfeleljenek, és erre vonatkozóan egy szöveges előterjesztést is ugye készítettünk ehhez az anyaghoz. Itt, amit ki lehet emelni, az a következő tételekbe merül ki. Az önkormányzat iparűzési adó visszafizetésből, tartozásból mintegy 4,5 millió forintos nagyságrendet tud elhelyezni ebbe a pályázatba. Tehát amennyiben ezt folyósítják, akkor ezeket az adótúlfizetéseket ebből a támogatásból lehet finanszírozni, illetve visszafizetni. Ez természetesen az adócsoport konkrét kimutatásai alapján készült adatokra alapul. A szekszárdi tankerületi központtal kapcsolatban vannak különböző közüzemi díjakra számlák 3,5 millió forintos összegbe, amelyekre támogatást alapítunk, valamint a társulásoknál az egészségügyi társulási része az ESZ-nél mintegy 1 millió 97 ezer forintos elmaradása van a társönkormányzatoknak. Erre tudunk még alapozni, valamint az Aliszkaterrával kapcsolatban az illegális hulladékra való felszámolásánál van 1 millió 270 ezer forintunk, és helyi tömegközlekedésre vonatkozóan pedig 3 millió 900 ezer forint. Ez összesen egyébként 14 millió 413 513 forint támogatási igény, ami azért egy elég jelentős összeg. Reményeink szerint tehát ezt szeretnénk benyújtani 30-án, illetve hát 28-án, 29-én az államkincstár felé, és az eddigi gyakorlatot figyelembe véve, hát elbírálás után vélhetőleg december 20-a környékén az elbírált pénzeket folyosítani fogja az állam. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdések következnek. Parancsoljátok, képviselőtárs. Dr. Bunyai József, parancsoljon. Köszönöm szépen, polgármester. Egyetértve az előterjesztéssel azt szeretném kérdezni, hogy itt a orvosi ügyelet és a védőnői szolgálattal kapcsolatosan a három önkormányzat nem fizette meg a rá első részt. Erről hallhatnánk pár szót, hogy mi az, vitatják, vagy mi a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy képbe kerüljünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem vitatják, tehát nem ilyen jellegű problémáról van szó, hanem a kis önkormányzatoknál, akikkel egészségügyi vonalon társulásban vagyunk, hát bizony eléggé megviselte őket ez az egészségügyi vészhelyzet. Ugye nem kell itt mondanom, hogy a gépjárműadó elvonások elég jelentős összeget képviselnek az ő kis költségvetésükre, valamint
Van olyan önkormányzat közöttük, aki eléggé kitett, úgymond az iparűzési adó bevételeinek, és az iparűzési adó bevételeket kormányzati döntés alapján szeptember végéig lehet befizetni, tehát ott bizony vannak elmaradások, és ugye, hogyha ezek az önkormányzatok nem tudják realizálni időarányosan megfelelően a bevételeiket, akkor sajnos bizonyos kötelezettségeiket nem fognak tudni teljesíteni, és ez itt is így volt. Annyival egészíteném ki, még bocsánat, az technikai jelleg rajtunk keresztül tudják igénybe venni ezt az állami támogatást. Tehát ezért tudjuk ezt így ebben a formában, hogy őket is ebbe a páraton kedvező helyzetbe tudjuk hozni, mint gesztor önkormányzat. További kérdések? Kérdés jelentkezőt nem látok. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Az előterjesztés vitáját lezárom. A beterjesztett határozati javaslatok mind dönteni képviselőtársak. Kérem, szavazzunk. Nyolc igennel a képviselőtestület a határozati javaslatot elfogadta. A következő napi rendi pontunk, döntés új védőoltási program bevezetéséről, 171-es számú előterjesztés. Köszöntöm dr. Rome Erikát, városunk gyermekorvosát. Felvezetésként én annyit szeretnék elmondani az előterjesztéshez, hogy Bátaszékváros önkormányzata már nagyon régóta nagyon sok tekintetben és sok programban már próbált, nem úgy próbált, hanem tett a bátaszékiek egészségének védelme érdekében. Több programot indítottunk közösen, doktorunk kezdeményezésére, talán a HPV oltással indult ez a fajta tevékenysége az önkormányzatnak. Aztán rota, bárányhimlő elleni oltás, és most egy új oltási program bevezetését terjesztjük elő a doktornő közreműködésével, nevezetesen az agyhártya gyulladáshoz kapcsolódóan szeretnénk a képviselőtestület jóváhagyásával egy védőoltási programot elindítani. Ennek az előkészítési folyamata már azt lehet mondani, hogy másfél-két hónapja tart, de hogy mennyire képlékeny a gyógyszerpiac, az majd délelőtt derült ki, ugyanis a mai délelőtt folyamán a korábbi beszállító jelezte, hogy nem tudja vállalni ennek a vakcinának a szállítását, tekintettel arra, hogy a cég kivonul Magyarországról, gyakorlatilag is nem fog Magyarországon gyógyszert forgalmazni. Ezért arra tennénk javaslatot, hogy ennek figyelembevételével tárgyalja a képviselőtestület, hogy az előterjesztésben is jeleztük, hogy 200.000 forint rendelkezésre áll a korábbi oltási programokból fel nem használt keretből. Javasolnánk, hogy ezt mintegy 300.000 forinttal egészítsük ki annak érdekében, ha is amennyiben a képviselőtestület október 1-ével elindítja ezt a programot, és a programban maximálisan részt venni szándékozók számát figyelembe vételével ekkora összegre lenne szükség, hogy a védőoltásokat nem rajtuk keresztül, hanem a bátaszéken működő patikák bevonásával el tudjuk majd indítani, és arra kérnék felhatalmazást, hogy a szükséges oltanyagok beszerzését a bátaszéki patikákon keresztül tudjuk majd egyelőre most 2020. december 31-éig biztosítani e tekintetben. Addig meg megpróbálunk egy olyan eljárást és olyan árakat beszerezni, ami 2021-től, mivel nagyobb mennyiségű oltóanyagra lenne adott esetben szükség, akkor kedvezőbb áron tudjuk majd ezt beszerezni. Egyébként most is tudom mondani, hogy milyen árkategóriákról beszélünk. Mivel a nagykereskedő nem tudja szállítani, így most a patikai beszerzési ára a Bexerónak az 27.429 forint lenne oltóanyagonként. Ennél jobb árat per pillanat nem nagyon tudunk beszerezni. Az előterjesztés tartalmi részének ismertetésére jegyzőasszonyt és doktornőt kérni majd föl. Jegyzőasszony, parancsolj, tiéd a szó. Köszönöm, polgármester úr. Hát a határozati javaslatot és annak előzményeit ismertette a polgármester, hogy inkább a rendeletről beszélnék. A rendeletben kerülne szabályozásra, hogy ez az új védőoltás milyen jogosultsági feltételek alapján vehető igénybe.
kérelemre indulna mindenképpen ez az eljárás, tehát a szociális irodán lehetne benyújtani a védőoltás iránti kérelmet, és mivel három oltásból áll, oltóanyagból áll ez az oltási sorozat, és ebből kettő oltást egy éves korig, a harmadikat pedig mint egy emlékeztető oltást kell beadni két éves korig. Ezért három kategóriát alakítanánk ki, jövedelemtől függően. És ez úgy alakulna, hogy amennyiben a családban az egyfőre jutó jövedelem nem haladja meg az 57 ezer forintot, akkor mind a három oltásra jogosulttá válhatna a kisgyermek. Amennyiben az egyfőre jutó jövedelem a 85.500 forintot nem haladja meg, akkor kettő oltást támogatna az önkormányzat. Ha pedig a 142.500 forintot nem haladná meg az egyfőre jutó jövedelem, akkor pedig egy oltóanyagot támogatnánk. Ez a gyakorlatban jelenleg is úgy zajlik, és a rotavírus elleni védőoltás kapcsán ezt alkalmazzuk is, meg fogjuk a továbbiakban is, hogy amennyiben csak egy oltásra jogosult a kisgyermek, akkor a másodikat finanszírozza az önkormányzat, tehát az első oltóanyagnak az árát be kell fizetni az önkormányzat részére, a szülő kifizeti, természetesen doktornőnél rendelkezésre áll a védőoltás, és a második oltást fizeti az önkormányzat. Ugyanezt a technikát alkalmaznánk ebben az esetben is, attól függően, hogy ki hány oltásra jogosult, történne végül is a finanszírozás, tehát hogyha valaki csak egy oltóanyagra, akkor az első kettőt természetesen a szülőnek kellene kifizetni. Úgyhogy kérem ebben a formában a rendelet tervezetnek is a támogatását. És hát a szakmai részről akkor a doktornő tudna többet mondani. Parancsolj, doktornő Tiazi. Egyetlen egy dolgot szeretnék hozzátenni a szakmai részhez. Pontosabban ott kezdeném, hogy ugye két védőoltást támogatott eddig az önkormányzat, a rotavírus ellenit és a bárányhimlő ellenit. Bárányhimlő ellenivel végeztünk. Tehát azt lehet mondani, hogy jelen pillanatban Bátaszék városában az összes három év alatti gyermek védett. Egy-két kivételtől eltekintve, és azért mondom azt, hogy az összes, mert létezik, önök is hallották a rotavírus, a koronavírus kapcsán az úgynevezett nyári immunitást, tehát hogyha 60-80%-a oltott a társadalomnak, a gyerektársadalom bizonyos részének, akkor úgy kell venni, hogy mindenki védett. Tehát az oltottak védik a nem oltottakat. Tehát a bárányhimlő védőoltás az kifutott. Jeleztem már tavaly is ugyanezen a fórumon, hogy szeretnénk nagyon, hogyha ez a B-csoportos meningokokkusz, tehát amelyik agyházi gyulladást okoz, hogy ezt, ha lehetne beépíteni az oltási sorba, ugyanis a leginkább kitett a fertőzésnek a 0-2 éves korosztály, sajnos ők belehalnak, tehát nem élik túl. Nagyon, nagyon nem jellemző a betegség kezdete, tehát amikor felfedezzük, hogy az enyhen átha mögött ez a betegség áll, már késő van. A másik igen veszélyeztetett korosztály a fiatal felnőttek, de ők úgy gondolom már tudnak gondoskodni magukról egy kicsit, és inkább szerintem a kezdeteknél kéne megfogni a dolgokat, és itt azért volt félreértés az oltatlan rendelés kapcsán, mert valóban az alapimmunizálás az kettő darab oltás, de azzal a gyermek még nem védett. Tehát, hogyha mi azt akarjuk, hogy a lakosság, a gyereklakosság életre szóló védelmet szerezzen, ezért kell a harmadik úgynevezett ismétlő oltás. Tehát ezért szakmailag az az álláspont, hogy 2+1 a védőoltási sor. Egyetlen egy dolgot szeretnék még mondani. Van információ más kormányzatokról, akik szintén dotálják ezt a védőoltást, de nem ilyen mértékben. Úgyhogy én szerintem nagyon köszönjük a gyerekakosság nevében Bátaszéknek ezt a fajta hozzáállását és dotálását. Köszönöm szépen, doktor. Az előterjesztés a Szociális Bizottság tárgyalta. Parancsoljanak össze. Köszönöm, polgármester úr. Mint említetted, 10 éve már ennek a védőoltási programnak, vagy a védőoltási programnak egyáltalán az élére álltam. Az előzővel és ezzel is maximálisan egyetértek orvosként is, a Szociális Bizottság az előterjesztést pedig megfelelőnek tartja. Mi azt a verziót néztük még, ahol a GSK-n keresztül vettük volna. Én egyébként többért, mint 27-ért vettem védőoltást az unokáimnak az idei évben is, tehát úgy tűnik, hogy a patikában is sikerült egy ár
minimalizálást vagy csökkentést elérnie az önkormányzatnak. Javaslom, hogy akkor hát ezzel a megnövelt összeggel a továbbiakban, amíg ez szintén nem lesz kötelező védőoltás, a vátaszéki kisdedeket vagy kisgyerekeket támogassa az önkormányzat, és a bizottság is ezt javasolta. Köszönöm szépen, elnök úr. Parancsolj, doktor. Egyetlen kiegészítést szeretnék még hozzátenni, más cég is gyártja ezt az oltóanyagot. Úgyhogy ha felhatalmazást kapok rá, akkor az irányba tudnék érdeklődni. Egyeztetünk róla. Köszönöm. Kérdések következnek, képviselőtársam. Kérdésre rendelkezőt nem látok. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Az előterjesztés vitáját lezárom. Én azt gondolom, hogy ezen a területen is önkormányzatunk, ahogy elnök asszony is, doktornő is mondta, több mint 10 éve próbál prevenciós jelleggel, tehát megelőző jelleggel segíteni a családoknak, és azt gondolom, hogy az előterjesztés is azt tartalmazza, hogyha valóban a család olyan anyagi helyzet között él, hogy nem tudja saját maga előteremteni a védőoltás sorozatnak a költségét, ott akkor maximális mértékben próbáljunk helytállni, tehát ne az legyen adott esetben a probléma, hogy éppenséggel a családnak nincs 27 ezer forintja egy oltóanyagra, ezzel pedig meg tudjuk védeni a kisgyermekeknek az életét. Nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy és azt kérem ebben a pillanatban is a szülőktől, hogy éljenek a lehetőséggel, tehát minél előbb jelentkezzenek, hogy akik október 1-e után születnek, azok már igénybe tudják venni, és folyamatosan jelentkezzenek, hogy részt tudjanak venni ebbe a védőoltási programba. Döntéshozatal következik, képviselőtársak. Először a beterjesztett rendelet tervezetről fogunk dönteni, amely az oltási program október 1-től történő bevezetéséről szól. Kérem, szavazzunk! Képviselőtestület egyhangulag támogatta a rendelet tervezetnek az elfogadását, és a határozati javaslat azokkal a kiegészítésekkel, amit említettem, hogy 300 ezer forinttal megemeljük a jelenlegi keretösszeget, és hát egyelőre csak december 31-ig beszerezzük az oltóanyagokat. Erről fogunk dönteni, kérem szavazzunk. Nyolc igennel egyhangulag a képviselőtestület támogatta. Doktornak köszönöm szépen, és köszönjük a támogatást is. Köszönjük. Következő napi rendi pontunk 2020 évi TET támogatás felhasználásának módosítása, 177-es szám előterjesztés. Képviselőtársak, abban az örömteli helyzetben vagyunk, hogy mintegy 1,8 millió forinttal növelni tudta a TET Bátaszékváros önkormányzatának jutó támogatást. Ez a támogatási összeget az előterjesztés szerint a működési célú kiadásaink fedezésére kívánjuk fordítani. Ennek megfelelően a támogatásnak a főösszegét és azt, hogy működési célra kívánjuk használni ezt a korábbi meghozott határozatot ebben a formában kéne, lenne célszerű módosítani. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e valakinek kérdése? Kérdés ellenkezőt nem látok. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Ellenkezőt nem látok. A beterjesztett határozati javaslatot fogunk dönteni, kérem szavazzunk. Egyhangulag 8 igennel a képviselőtestület a határozati javaslatot elfogadta. Következő napirendi pontunk Baross utcai ingatlannal kapcsolatos döntések hatályon kívül helyezése, 179-es szám előterjesztés, irodavezető úr, 2 mondatos felvezetés parancsa. Köszönöm szépen, polgármester úr. 2018 évben a székelyek baráti köre jelezte, hogy szükségük lenne egy épületre, amiben székelyházat tudnának kialakítani. Ezzel kapcsolatosan ugye Baross utca 3-as számú épületet ajánlotta fel az önkormányzat. Ennek megfelelően tekintettel arra, hogy az MNV-vel van egy megállapodás az önkormányzatnak, bérlakás használat céljára lehet csak funkciót kialakítani ebben az épületben. Így ezt a megkeresés alapján módosította az önkormányzat, illetve ennek a megállapodás módosítását kérte.
közművelődési tevékenység céljára módosítsák a megállapodást. Az MNV ZRT előkészítette a kormány előterjesztést. A kormány 2020. augusztus 17-én jóvá hagyta ezt az önkormányzati kérést. Időközben a Székelyik Baráti Körének elnöke írásban jelezte, hogy egy kedvező fekvésű ingatlanon valósítanák meg az elképzelésüket. Így most abban olyan határozati javaslatot hoztunk, hogy a közművelődési célra, illetve szociális bérlakás célra lehessen tovább használni ezt az épületet. Hozzáteszem, korábbi évben volt több előterjesztésünk, amiben elemeztük, hogy milyen költségekkel járna ennek az épületnek a felújítása a lakás széljára. Ez több 10 millió forintot tett ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdések következnek, képviselőtársa. Kérdések, hogy nem látok, kívánok valaki hozzászólni az előterjesztéshez. Amíg gondolkodtak, ugye alapvetően abban a helyzetben vagyunk, hogy vagy követjük az utat, és a kormány döntésének megfelelően egy új funkciótra vonatkozó szerződést kötünk, azaz, hogy innentől kezdve közművelődési célra fogjuk használni ezt az ingatlan, most elvonatkoztatva a műszaki állapotától. Ez tartalmazza gyakorlatilag az a határozati javaslatot, annak figyelembevételével és tudomásulvételével, hogy a Székely Egyesület nem ezen a helyszínen kívánja megvalósítani az elképzelését. Ez az egyik variációs lehetőségünk. Ugye a másik variációs lehetőségünk, hogy tájékoztatjuk a kormány képviseletében eljáró nemzeti vagyonkezelőt, hogy mégis maradnánk az eredeti funkciónál, azaz elsősorban lakás célú feladatainkat szeretnénk ezen az ingatlanon megvalósítani, ha és amennyiben erre lehetőségeink vannak. Azt azért mindenkinek ajánlom figyelmébe, hogy az az ingatlan, hát alapvetően a leghasznosabb felújítási mód az egy dózer lenne, mert olyan műszaki állapotban van, hogy az gazdaságosan fel már nem újítható, még lakás céljára sem. Tehát ebben a helyzetben vagyunk, de valamilyen döntés kéne, mert ugye a vagyonkezelő felé is kéne mondani, hogy megkötjük-e az új döntés alapján a szerződésmódosítást, vagy kérjük a régének a hatályban tartását. Még egy lehetőségünk lenne, adott esetben, de erről az előterjesztésben nem szóltunk, hogy köszönjük a hozzánk való jóságát, és visszaadjuk a magyar államnak ezt az ingatlant azzal, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Ez azt gondolom, hogy azért magyarának barátságtalan lépés lenne, tehát ezzel nem nagyon kéne élni. Én a magam részéről azt gondolnám, hogy a B-határozati javaslat az jobban passzol a mi elképzeléseinkhez, még akkor is, hogyha adott esetben lehet, hogy az ingatlan lebontásával kell néhány év múlva foglalkozni, és újonnan kell adott esetben ezen a telken valami fajta megoldással, adott esetben egy vagy két lakást magába foglaló ingatlant megvalósítani. Tehát én a képviselőtársak részére szavazásra a B határozati javaslatot terjeszteném elő. Hozzászólás esetlegesen? Alpolgármester parancsot érez. Köszönöm szépen. Bennem egy dolog merült fel, hogy hivatkozva erre, hogy ebből a funkcióból nem, tehát ezt erre nem tudjuk, vagy nem kívánjuk továbbiakban felhasználni, de én azt gondolom, ha már módosítani kívánjuk visszafele, azért ez nem egy egyszerű dolog volt, odafele sem ez a módosítás, akkor úgy gondolom lehet hivatkozni arra a kérelemben, hogy az eltelt időszak alatt ennek a műszaki állapota olyan lett, amilyen, és tekintettel, hogy egy egyébként önkormányzati tulajdonú cégnek a telkével szomszédos, engedélyezzék ennek addig a bontását, aztán majd az idők során kitaláljuk, hogy mit kívánnánk vele tovább tenni, mert hogyha mi most visszalépünk azzal, hogy ezt újra szükséglakásnak vagy szociális lakásnak kívánjuk föl használni, tehát az eredeti állapothoz visszalépünk, akkor elkötelezzük magunkat amellett, hogy záros határidőn időn belül valamit tennünk kell. Tehát én azt mondom, hogy inkább ebbe a kérelembe, vagy ebbe a javaslatba, amiben kérjük, hogy hát ismét módosítsuk a
az ingatlan hasznosítását, abba fogalmazzuk bele, hogy az ingatlan műszaki állapota véget kérjük azt, hogy egyenlő lebontásra kerüljön, annak mit tudom én, a területi karbantartását nyilván vállaljuk, és majd további hasznosításra újbóli javaslatot teszünk. Tehát én nem gondolom, hogy vissza kéne lépnünk abba a hurokba, amiből hát nehezen szabadultunk, aztán egyre romlik az állapota. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ha a B irányba indulunk el, akkor mindenképpen bele kellene venni abba a határozatba azt is, hogy gyakorlatilag okafogyottá változó, mert a kormányhatározat tartalmazza, hogy székelyház kialakítása céljára használja. Bele kellene venni, hogy az idő múlásával kapcsolatosan ugye a székely baráti kör más irányba gondolkodott, megoldotta ezt, vagy megoldja ezt a kérdését, és nem tudjuk erre a célra felhasználni, mivel egy már folyamatban van. Mert ugye eddig abba kilóttunk, vagy lobbiztunk, hogy meglegyen ez a hozzájárulás. Ott is végigjárta az utakat, mindenki tóta, ahogy tudta, húzta, vonta, most oda jutottunk, és most szűk szavon azt mondjuk, hogy kérem szépen nem, hát nagyon furcsán jön neki. Tehát ez most már, és szerencsére, hogy nem csak a hagyományok ápolása van a kormányhatározatban, hanem az, hogy a székelyház kialakítása céljára, azt pedig ott már nem tudunk kialakítani, mert megoldották, vagy megoldják máshol. Jó. Valahogy így kellene ezt a B dolgot összehoznunk, hogy valahogy azért komolyan tudjanak venni minket, és ne az legyen, hogy szórakoztattuk őket is, meg magunkat is. Tiszta. További hozzászólás? Nincs. Akkor gyakorlatilag az elhangzottak figyelembevételével azzal egészítenénk ki az alpontját, hogy a módosítási szándékát visszavonja, tekintettel arra, hogy Bátaszék város közigazgatási területén bátaszéki székely baráti kör egy másik ingatlanon kívánja kialakítani a székelyházat, sőt talán beleírjuk is, hogy erre vonatkozóan már megítélt pályázati forrásra a támogatásban is részesült, és belevennénk azt, hogy az eredeti cél tekintetében meg kérnénk azt figyelembe venni, hogy az épület műszaki állapota olyan, hogy ennek gazdaságos felújítása már nem várható, ezért kérjük a hozzájárulást ahhoz, hogy a életveszély és a műszaki állag meg, vagy a műszaki veszély elhárítása érdekében bontási munkálatokhoz is járuljanak hozzá. Ezekkel a kiegészítésekkel a B határozati javaslatot fogunk dönteni, kérem szavazzunk. Nyolc igennel egyhangulag a képviselőtestület a határozati javaslatot elfogadta. Következő napi rendi pontunk, Baross utcai vízelvezető burkolásához hozzájárulás, 180-as számú előterjesztés, irodavezető úr parancsa. Köszönöm szépen. Fortin Gyula bátaszéki lakos terjesztett be egy kérelmet, hogy a 744/5-ös helyről számú kivett árok művelési ágú területet ő kaszálja, ez közvetlenül szomszédos az ingatlanával, és szeretné ezt megvásárolni. Erre nincs lehetőség, hiszen ez törzsagyomba tartozik, és ezzel együtt még vállalta, hogy a csapadék vízelvezető árokba egy csövezetéket helyez el, és ezzel biztosítja a Baross utca, illetve a Szent György utca egy részének a csapadékvizének a levezetését a telek végében lévő nagy keresztmetszetű árokba. A vagyonrendeletet is áttekintve maximum 10 évre javasoljuk a bérleti szerződés megkötését az abban rögzített 5 forint per négyzetméter per év áron. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdések következő képviselőtársa. Dr. Bonyai József elnök úr parancsolja. Azt kérdezném, hogy miért szükséges a bérleti szerződés? Tehát gyakorlatilag a hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a tulajdonunkban álló ilyen és ilyen ingatlanon, vagy az ingatlan alatt, vagy nem tudom hol megy a cső, kialakítsa ezt a vízelvezetést, az bőven elég. Ez én megítélésem szerint. Amint tulajdonos hozzájárulunk. Nem kell neki vélelni egy méter mélyen, vagy 80 centi mélyen, ahol a csöven egy. Nem a csövet szeretni bérelni, hozzá szeretni keríteni vagyonvédelmi szempontból a saját tulajdon területéhez. Az nem tartalmaz, hogy hozzá keríteni meg ilyen dolgokat. Éppen ez lenne az elképzelés, és ezért is terjesztette be ezt a javaslatát, hogy annak érdekében, hogy vagyonvédelmi és gondozási szempontból
szerencsés lenne, hogyha ezt a területet a maga területéhez hozzábérelve, kerítés kialakítással, biztosítva az önkormányzat számára természetesen azt a fajta szolgálmi jogot, amely gyakorlatilag ennek a szakasznak, az általa kiépített vezeték szakasznak a takarításához szükséges, ezt biztosítaná, és ennek fejében gyakorlatilag gondozná és rendben tartaná ezt a területet. Dr. Puskás Imre, parancsolj! A kérelmező ismeri ezeket a javasolt szerződési feltételeket, vagy sem, és ha ismeri, akkor egyébként ezt elfogadja. Alapvetően neki a vásárlási szándék volt elsődlegesen az elképzelése, és a szóbeli egyeztetések során a vásárlási szándék, illetve a tárgyalások abban az irányba mentek, hogy figyelembe véve azt, hogy ő saját költségén egy igen jelentős beruházást hajt végre, ezért szerette volna, hogyha a vásárlásra kerület sorra ezt az önkormányzat megfelelő módon akceptálja. Ahogy irodavezető is elmondta, a vásárlásra sajnos, mivel forgalomképtelen vagyontárként van nyilvántartva, nincs lehetőség. Én azt gondolom, hogy részükre ez a lehetőség, hogy 10 éves szerződéssel haszonbérbe tudják venni, elfogadhatóvá válik azzal, hogy ebbe a szerződésbe beletennénk azt, hogy az ő kérelmére az automatikusan mindig meghosszabbodhatna, amíg a világ a világ, addig gyakorlatilag ez így működhetne, amennyiben ez a képviselőtestület természetesen az el. További kérdések? Kérdés jelenkezőt nem látok. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Parancsolható képviselőtársa. Én azt gondolom, hogy olyan műszaki problémát oldana még az önkormányzat helyett, ami egy mai 21. században egy csapadékvízelvezetés tekintetében, nem csak ezen a szakaszon, hanem a többi szakaszon is talán elvárható lenne, amellett az önkormányzat számára meg kedvező ennek a területnek a gondozásáról is megfelelő módon gondoskodna a haszonbérleti szerződésben rögzítettek szerint, amellett, hogy fenntarthatjuk a szolgálmi jogunkat a vezeték takarítása érdekében. Az előterjesztés vitáját lezárom, a beterjesztett határozati javaslatot fogunk dönteni, kérem szavazzunk! Hét igennel egy tartózkodással a képviselőtestület elfogadta a határozati javaslatot. Következő napi rendi pontunk, Bátaszéki Római Katolikus Egyházközség 2020 évi támogatás összegének átcsoportosítása, 182-es szám előterjesztés, Edvő asszony parancsolja. Köszönöm szépen, polgármester úr! Az egyházközség részére 240 ezer forint támogatást ítélt meg a képviselőtestület még az év elején, és tulajdonképpen az egyházközség jelezte, hogy a nyári tábort nem tudja megtartani, és ebben a beadványában jelezte azt is, hogy illetve kezdeményezte, hogyha amennyiben a képviselőtestület is jónak látja, akkor ezt az összeget hátrányos helyzetű családok támogatására kérni fordítani. Az előterjesztésben szerepülő határozati javaslatban arra tennénk javaslatot, hogy ezt az összeget a közérdekű kötelezettségvállalás érdekében létrehozott ünnepekhez kapcsolódó adományok elnevezésű számlára különítsük el, és így a hátrányos helyzetű családokat lehetne majd adott esetben ezzel az összeggel támogatni az ünnepekhez kapcsolódóan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előterjesztés tárgyát a Szociális Bizottság elnök asszony parancsolja. Határozati javaslatot támogatja a bizottságunk, és rendben van. Köszönjük szépen. Kérdések következnek, képviselőtársak. Kérdés jelenkezőt nem látok. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Az előterjesztés vitáját lezárom. A beterjesztett határozati javaslatról fogunk dönteni. Kérem, szavazzunk! Nyolc igennel a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a határozati javaslatot. Következő napi rendi pont, természetbeni szociális juttatásokhoz szükséges kötelezettségvállalások jóváhagyása, 184-es szám előterjesztés, jegyzőasszony parancsolja, kérem szó. Köszönöm szépen, minden évben visszatérő napi rendet tárgyalunk ismét. Ugye a téli időszak előtt állunk, a bizottság hamarosan kérelmeket fog elbírálni, tűzifa iránti kérelmeket. Ahhoz viszont rendelkezni kellene cégek kell kötött szerződéssel, hogy ezeket beszerezhessük, akár a tűzifát, akár a brikettet, úgyhogy ajánlatokat kértünk be.
Hát sajnos elég kevesen küldték vissza az ajánlatukat, úgyhogy itt külön kiemelném, hogy a tűzifára vonatkozóan, bár a kedvezőbb ajánlat a Bát médiáé, de itt ezek méterben kerülnek majd szállításra, tehát ez a tűzifa nem lesz darabolva, kuglizva, úgyhogy a korábbi évekhez képest ez változás lesz. Viszont ezt majd olyan módon kezeljük a kérelmek beadásakor, hogy erre felhívjuk a kérelmezők figyelmét, és amennyiben ez nem megfelelő számukra, a továbbiakban nem tudják majd megoldani a darabolást, akkor természetesen a brikettet fogjuk nekik javasolni. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban a kedvezőbb ajánlatokat szeretnénk, hogyha a bizottság, vagyis a képviselőtestület kiválasztaná, és a későbbiekben beérkezett kérelmeket meg majd a bizottság fogja egyébként elvirálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előterjesztés tárgyát a Szociális Bizottság elnöke azt parancsol. Szépen, polgármester úr. A határozati javaslat minden részével egyetértünk, tehát a tűzifával és a brikettel is, és hát ott is elhangzott, hogy lehet, hogy nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy méterbe lesz kiszállítva, de minden fórumon el kell mondanunk, hogy ez most nem összevágott fa lesz. Tehát aki nem tudja összevágni, az válassza a brikettet. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Kérdések következnek? Elnök úr, parancsolj! Köszönöm szépen, szeretnék kérdezni, hogy ugye a Bát médiával kapcsolatosan ez lágy pufáról van szó is köbméterbe, hogy kiszámol, és ugye esetleg fel kell daraboltatni, vagy darabolni, és kiszámoltuk-e, hogy ugye tényleg ez a jobb, a vegyes kemény fakuglizó, az a 3100, esetleg a 12000, hogy akkor ez biztos, hogy ez a jobbik? Amiatt, tehát a lágy tűzifa egyszer, az azt jelenti, hogy a Dunártéri erdőből érkező fűzfa és nyárfa méterbe. A másik még vegyes keményfa kuglizva, és gyakorlatilag, hát én nem tudom megmondani, az 3100 forintot mondott, ugye, ő meg 12000-et köbméterre. Nem tudom. A fűtőértéke az köszönő viszonyban nem lesz a vegyes keménnyel, az tuti. Maga a feldolgozottsága meg hát nem tudom. Csak ennyi vetődött fel bennem, mikor nézegettem. Köszönöm. A probléma az, hogy a másik ajánlattevő csak október 1-ig tartotta az ajánlatát. Tehát nekünk viszont ez nagyon kevés, mert ha árat emel, vagy egyáltalán nem is tud szállítani, akkor mi értelme szerződnünk? Tehát ő egyáltalán azt sem vállal. Tehát ajánlatot, de de itt van, hogy október 1-ig tartotta. Azt értem, csak hogy gyakorlatilag, hogy bizonytalan az ő mutatványa, azt én nem tudtam így érzékelni. Én csak azt láttam, hogy az egyik lágy tűzifa, a másik pedig vegyes kemény kuglizó, és ez köbméter, és abban gondoltam, hogy nem biztos, hogy ez a jó. Ennyi csak. Köszönöm. Köszönöm szépen. További kérdések? Kérdés jelenkezőt nem látok. Megnyitom az előterjesztés vitáját. Parancsolatok képviselő, kíván-e hozzászólni valaki? Az előterjesztés vitáját lezárom. A beterjesztett határozati javaslatot fogunk dönteni. Kérem szavazni. Nyolc igennel egyhangulag képviselőt esetlen elfogadta. Következő napi rendi pontunk a településkép védelméről szóló önkormányzat rendelet módosításának megvitatása, 185-ös számú előterjesztés. Irodavezető parancsnoki jelszava. Köszönöm szépen. A település területén egyre több ingatlan tulajdonos épít hullámlemezből kerítést, ami a település, a hatályos településképi rendeletünk alapján nem engedélyezett anyaghasználatot jelent. Készítettünk több fotót is a településen, de nyilván ettől sokkal több az, ami megépült már az elmúlt időszakban. Itt az előterjesztésben rögzítettük, hogy a településképi rendeletben mik azok a településképi szempontból meghatározó településrészek. Összesen 7 darab van. És a tekintetben hoztunk határozati javaslatot, 2 is, hogy ezt milyen módon kívánjuk úgymond legalizálni. Tehát az a határozati javaslat ugye felsorolja a 4-es, 5-ös, 6-os számú területet, aminek a feloldására tesz javaslatot, illetve a B határozati javaslat alapján pedig a teljes település vonatkozásában feloldja ezt a
korlátozást. Mindez hozzá lehet tenni azt is, ami az előterjesztésből szerepel, hogy az építész szakma az nem támogatja ezt a felpújítást, hiszen azért nem egy szép látvány itt akár a Budai utcában, vagy a Kossuth utcában ez a fajta kerítés képzés. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az előterjesztés tárgyat a közművelődési bizottság elnök úr parancsolja. Köszönöm, polgármester úr. Mi az A határozati javaslatot szeretnénk, hogyha elfogadásra kerülne. Köszönöm szépen. Szociális bizottság is tárgyat elnök, köszönöm. Köszönöm, nem tudtunk döntést. Köszönöm szépen. Kérdések következnek képviselőtársak. Kérdések nem látok. Megnyitom az előterjesztés vitáját. Ki kíván hozzászólni? Zsikó Zoltán elnök úr parancsa. Köszönöm szépen, polgármester úr. Ugye erről a témáról bizottsági ülésen is elég sokat egyeztettünk, és tulajdonképpen egy nagyon nehéz kérdés és egy nagyon nehéz központi kérdés, mert hogy milyen képet alkotnak rólunk az ideérkezők, de ugyanakkor abban maradtunk, és én alapvetően azt gondolom, hogy priorizálni kellene a településen, és meg kéne határozni azokat a pontokat, ahol biztosan nem tudjuk ezeket az építőanyagokat támogatni, és hogy meg kéne határozni azokat a további települési részeket, ahol ebben engedhetünk, és a mai technológiáknak, meg építészeti lehetőségeknek engedhetünk. És alapvetően ugye az is fölmerült, hogy nagyon sok háztartásban nem azért használják ezeket az építőanyagokat, mert szép érzékükkel van probléma, hanem egészen egyszerűen azért, mert töredéke a kivitelezése egy ilyen adott esetben lindabb lemezkerítésnek, mint mondjuk egy rendes téglalap kerítésnek. És ugyanakkor pedig, ha sok utcába ellátogatunk, akkor ugye azt látjuk, hogy hál' Istennek, hogy legalább a fizikai határok ilyen kerítéssel meg vannak szabva. Én személy szerint mindenképpen azt támogatnám, hogy jelöljük meg azokat a település részeket, ahol semmiféleképpen nem támogatjuk ezeket az építőanyagokat, hiszen itt a központban, a belvárosban egészen biztosan nem illik, de azt gondolom, a településnek vannak olyan részei, ahol ebbe lehet engedni, és én egy toltolik határt határoznék meg, ha lehet, hogy ez túl szigorú, vagy lehet, hogy túlságosan nem betartható, vagy bonyolultabbá tesz, de én azt gondolom, hogy a színbe is lehetne nekünk ebbe valamiféle javaslatot tenni, hiszen abban mindannyian egyetértünk, hogy mi az, ami még elmegy kategória, és mi az, ami egyáltalán nem. Én is egyetértek ezekkel a képekkel, sajnos ez nem szép, de sok esetben látunk olyan házakat, ahol örülünk annak, hogy egyáltalán ilyen van. Nehéz kérdés. Nyilván az volna a cél, hogy egy szép településkép legyen, és hogy képviselőtársam is mondta, itt Nyugat-Európában vannak erre jó példák, de mi Magyarországon vagyunk, úgyhogy valahogy ebben kell egy középutat megtalálni, hogy hogy lehet mégis esztétikus, és mégis felhasználó, vagy lakosság barát, úgyhogy mi ezt így szeretnénk támogatni, valami arany középutat szeretnénk ebbe találni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Alpolgármester parancsol. Köszönöm szépen, nem azért kértem szót, mert én is a bűnösök közé tartozok, és meg is kérdeztem közterületfelügyelőnket, hogy ugyan már, hogyha az első 12 kép, ami a 31-ből feltöltésre került, az a Kossuth-Lajos utcának a déli része, Nyéki utca és a Deák utcának a déli része, valamint a Budai utcának a déli részéről került kiválogatásra, én miért maradtam le róla. Alapvetően el tudom fogadni. Én úgy gondolom, hogy ebből is lehet gusztusosan szépet csinálni. Az András mondta, hogy hát elgondolkodott rajta, hogy most az enyém az mi is, de oda ment, megkopogtatta valóban lemez, lefényképezte. A problémát én abban látom, hogy egyrészt amik elkészültek, az én kerítésem például 17 előtt készült, bocsánat, kapum 17 előtt készült el, visszamenőlegesen azt mondani, hogy hát mi most úgy gondoljuk, hogy ez nem szép, nehézkes lesz. Hogy tudjuk bebizonyítani, melyik készült 18. január 15-től hatályos a rendelet, 18. január 15 után? Ez egy nehéz kérdés lesz. Másrészt mondjuk csak épp a gimnázium kapuját említsük, tudjuk nagyon jól, hogy milyen gondjaink voltak vele. Nem lehetett becsukni, bezárni, vagyonvédelmet garantálni. Megcsináltuk, szép, gusztusos, nyitható, zárható, biztonságos.
Nem, én nem az építész szakmába, Isten őriz, nem vitatkozni. Az egy szakmai megközelítés, abszolút akceptálható, elfogadható, de ha mi ilyet írunk elő, most a színválasztásra visszatérve, azt is el tudom fogadni, lehet, hogy egy piros nekem sem tetszene, de mondjuk nem tudtuk meghatározni, a Lajvér Borház, bocsánat, ott van a 6-os számmal, vagy 7-es számmal jelölve ezen a milyen színnet csinálja meg az ő pályázatból nyert hűtött bortárolóját. Megkérdezték? Nem kérdezték. Na most innentől kezdve, ha mi színeket írunk elő, meg azt mondjuk, hogy ebből nem lehet, azt én úgy gondolom, abban az esetben tehetjük meg, ha azt mondjuk, hogy gyerekek, akkor mi adunk helyette ezt, vagy azt, vagy hozzájárulást. Ez pedig egy olyan utcába víz be bennünket, ahonnan én úgy gondolom, hogy nem látjuk még a kiutat. Én óvatos lennék ezzel a színmegjelöléssel és egyebekkel. Egyszer volt erre egy próbálkozás jó pár évvel ezelőtt a Budai utcának, a házainak, hogy akkor ugye egy ilyen belvárosi képet milyen színvilággal lehetne elkészíteni, és ebbe teljesen egyetértünk, nagyon szépet lehetne elkészíteni, csak mellé kéne állni, leginkább nem erkölcsi, hanem anyagi értelemben. Tehát én csak ettől félek, hogy ez a dolog, ez egy olyan utcába visz be bennünket, aminek nem nagyon látjuk még a kijáratát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólások. Mielőtt a vitát lezárnám, alapvetően az előterjesztés előkészítésének motiváció az volt, hogy egyre több állampolgár jött azzal, hogy hát ő igenis kerítést szeretne csinálni, és például azt mondta, hogy neki nagy testi kutyája van, és máshogy nem tudja a portán belül tartani, csak hogyha a lemezkerítést fog megépíteni, mert egyébként fél év alatt szétrágja mondjuk a fakerítést, és onnantól kezdve komoly baleset és egyéb kockázata is van ennek a dolognak, és hát őszintén szóval azt mondta, hogy hát akár meddig ugrálunk, meg bármit csinálunk, ő akkor is lemezkerítést fog csinálni, mert ő inkább elviseli ennek a ódiumát és az ezzel kapcsolatos felelősséget, mint hogy megrángassák azért, mert a kiszabadult kutya valakiben kárt tesz. Tehát valahol egyetértek elnök úr azzal, hogy itt valami középutas megoldás kell e tekintetben találjunk annak érdekében, hogy egyrészt azokat az építészeti értékeket, amelyek Bátaszékre jellemzőek és egyre kevésbé vannak már jelen, mert hát halad az idő, még megvannak, ezeket próbáljuk valamilyen szempontból megtartani. Próbáljuk a város frekventáltabb, építészeti szempontból is jelentősebb arculati elemét és képét fenntartani. Viszont vannak olyan területek és településrészek, ahol erre mondjuk ez már nem tudott kialakulni, hangosan gondolkodva, 70-es évektől épült városrészek, ahol nem beszélhetünk egységes építészeti kultúráról, ott a 8x8-as kockázak, szögvasból épült kerítéssel ez volt a jellemző. Tehát ott alapvetően sokkal keményebb szabályok meghatározását én nem nagyon tartanám célszerűnek. Én is úgy gondolom, hogy alapvetően abban az irányba kéne elindulni, amit a Közművelési Bizottság is megfogalmazott, hogy az a határozati javaslat, ami gyakorlatilag szűkíti a településnek azon körét, ahol keményebb szabályokat kell betartani, építészeti értékek és városképi szempontból, és megengedőbb a településnek azon a részein, amelyek mondjuk városképi szempontból nem biztos, hogy annyira frekventáltak, illetve ezeken a meghatározott területeken kívül vannak. Itt azért, mert valami őszintén és férfiasan most vettem észre, hogy a határozati javaslatunk nem túl precíz, mert a megengedő szabály nem csak a 4-es, 5-es és 6-os településképi szempontból meghatározott területekben kellene feloldani, hanem ezen kívüli területekre vonatkozóan is, tehát ezt mindenképpen úgy értsük bele, mert így helyes és így precíz, amennyiben erről a határozati javaslatról fogunk majd dönteni. Ez most egy elvi döntés, tehát itt most nem azt döntjük el, hogy rendeletet módosítjunk, hanem megkezdődik a rendelet módosítására vonatkozó eljárás, ahol azokat a részletszabályokat, amiket ti is említettetek, hogy más elemeket is vegyünk-e ki ebből a dologból, határozzunk-e meg színkorlátozásra tekintetben,
ezeket mind-mind a rendelet összeállítása kapcsán tudjuk adott esetben megvitatni. És hát alapvetően én kicsit megengedőbb lennék ebben a dologban, ami azt jelenti, hogy én nem vizsgálnám azt az időszakot, ami most 2018. január 15-e óta volt, mert nagyon nehéz lenne valóban bebizonyítani azt, hogy kiépítette akkor. Nem beszélve, hogy a rendelet szabályai alapján a tudomásszerzéstől számított egy éven túl építéssel kapcsolatban nem is járatnánk el. És hát a mindenkiben a jó szándékot feltételezve, de valószínűleg a nyilatkozatok úgy készültek volna, hogy nem is biztos, hogy tudtunk volna eljárást lefolytatni, hanem a rendeletmódosítást követően kicsit élesebb szemmel, nyitottabb szemmel járnánk ebbe a dologba. Nagyobb teret biztosítanánk az információ eljuttatására, azaz, hogy mindenki legyen tisztában azzal, hogyha egy kerítéshez is hozzá szeretne nyúlni, akkor mi az a minimális elvárás, amit meg kell tegyen adott esetben, hogy hová kéne bejelenteni, mit kéne bejelenteni annak érdekében, hogy ne utólag kullogjunk. Az események után ne adj Isten utólag kelljen valakivel szemben bármifajta közigazgatási eljárást megindítani. Alpolgármester, parancsa. Bocsánat, még egy dolog jutott eszembe, tehát tegnap előtt, mikor én ezt az anyagot elolvastam, és megnéztem ugye a területi felosztását ezeknek a képeknek, kíváncsiságból végigmentem a főutcán, meg a Budai utcán, a Kossuth utcán és a Deák utcának az északi részén. Na most én úgy gondolom, ha valaki elmegy arra, mondjuk a Deák utca északi részén ott van egy-két kifogásolható minőségű kerítés, de nem ezekről kívánnék beszélni, hanem hogy megnézzük azokat a 80-as, 90-es, 70-es években készült zárszelvény, lemez kombinációval készült vaskapukat. Hát úgy gondolom, hogy ott is lehet keresgetni az esztétika oldalán felvetni valókat. Vagy a főutcának van egy-két olyan fedett, bejárós, fakapus ingatlana, amelyek gyönyörűek. Én itt most lemerem fogadni, hogy sajnos azok nem fognak felújításra kerülni. Lásd mondjuk, hát képviselőtársam mondjuk a takaréknak a parkettás jellegű fakapujára nem emlékszik. Vagy a Varodának a kapujának a fénykorára, ami szintén a kinyithatóság miatt került cserére. Tehát én emiatt mondtam, amit mondtam igazából. Tehát azok sem esztétikusabbak, sajnos. Köszönöm szépen. Elnök úr, parancsa. Bocsánat, nem vagyok építész, de semmiképpen nem szeretnék ebben vitatkozni, de ugye itt mi most alapvetően szerintem inkább a szélsőségekről beszélünk. Tehát, hogyha megnéztük a képeket, akkor ugye azt látjuk, hogy például, bár nem személyeskedve, de nyilván itt a piaszter mellett is vannak olyan nagy táblás, lindabb lemezek, amit szerintem egy kis odafigyeléssel lehetett volna kategóriákkal szebbre, meg jobbra is csinálni. Én is azt gondolom, hogy visszamenőleg ezt már szankcionálni nem lehet, de ha alapvetően a jövőben arra törekszünk, hogy legyen egyfajta párbeszéd az önkormányzat és az építető vagy a tulajdonos között, akkor szerintem lehet ezeket szépen finom hangolni. Nem szeretnék ebben nyilván vitatkozni, egyetértek ezzel, hogy itt különböző állapotú, meg különböző kerítések vannak a városban, de az biztos, mivel az építőanyag árában jelentős a különbség, ezért joggal feltételezhetjük azt, hogy ez egy közkedvelt alapanyag lehet a jövőben, ezért gondolhatjuk azt, hogy sok háznál meg fog jelenni, de ha megjelenik, akkor azt gondolom, hogy legyen valamiféle párbeszéd közöttünk, és akkor valamiféleképpen ezt szabályozzuk, és próbáljuk meg minél esztétikusabbra csinálni. Én a szélsőségekben látom itt ebben az előterjesztésben a problémát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egy dologban csatlakoznék. Én azt gondolom, hogy ugye településkép, vagy helyvédelmi szempontból ugye van az önkormányzatnak egyébként egy rendelete, amely, hogyha költségvetés lehetőséget biztosít, tudunk támogatást biztosítani helyvédelem alatt álló épületrészek felújítására. Most, ha és amennyiben a képviselőtestület azt gondolja, hogy vannak olyan utcarészek, városrészek, ahol mondjuk célszerű lenne a hagyományosabb építő elemekből kapukat, kerítéseket készíteni, én nem gondolnám, hogy nem tudunk odáig eljutni, hogy ennek a rendeletnek a kiegészítésével,
adott esetben, amit a polgármester is mondott, évenként valamekkora összegben hozzájárulni, hogyha valaki vállalja, hogy adott esetben a nagykapuját nem lindabból fogja megépíteni, hanem visszaállítja a fa kaput, ez adott esetben az önkormányzat, mi a városképi szempontból fontosnak ítéli, bizonyos mértékű támogatást tudna biztosítani. A szándékot az önkormányzat egyébként korábban is kifejezte már helyi védelmi szempontból, szerintem e tekintetben is adott esetben kompromisszumot tudunk kötni. Dr. Puskás Imre, parancsnok képviselő. Köszönöm szépen a szót. A bizottságülésen is elmondtam, nyilván a munkánknak a leglátványosabb része az, hogy milyen fejlesztések történnek a településen, milyen új, szép és fontos közösséget szolgáló épületeket tudunk teremteni, de azt gondolom, hogy a munkánkat azért mégiscsak a jövőből visszanézve az is minősíti, hogy milyen képű települést formálunk, mert hogy ennek a munkánknak nem csak az a része, hogy valahol kinő a földből 5 épület, hanem azt gondolom, hogy amiről most beszélünk, ez is egy rendkívül fontos része, hogy alapvetően hogyan szabjuk meg szabályokkal nyilván a településnek az arculatát, hogy az jó érzéseket kelte az itt élőkben, és mondjuk jó érzéseket kelte az ide látogatókban. És miután újra nem volt eddig a vitában ahhoz képest, ami a bizottságüléseken elhangzott, nem is kértem volna szót, de most, amit alpolgármester úr is már mondott, mint probléma felvetést, hogy az emberek általában akkor veszik jobb néven a regulákat, hogyha az őket valamilyen módon korlátozó vagy anyagi teherrel sújtó szabályok mellé kapnak egyfajta anyagi támogatást is, vagy motivációt. És amit polgármester úr most mondott, mi szerint jó volna, hogyha elvárjuk, és én szerintem el kellene várni valóban a településnek a magjában a leginkább mindannyiunk által látogatott és a kívülről jövők számára is látogatott részen azt, hogy legyen egy igényes arculata a településnek. Most tehát helyesnek gondolom, hogy ehhez, még hogyha nyilván nem is tudjuk átvállalni ennek az elvárásnak a teljes anyagi költségét, de a szimbolikusnál egy nagyobb vállalást tehetnénk, és itt számomra visszajön egy korábbi napirendi pont, amin én nem szólaltam meg, ez a tettes támogatás, ahol számomra az nem annyira szimpatikus, hogy a 82 millió forintnak a nagyobbik, és mondhatnám inkább a túlnyomó részét évről évre feléjük. Mert ez végül is egy olyan pénz, de ajándék, tehát elvileg enélkül is működnie kell ennek a településnek, hiszen ez nem egy olyan fajta normatív juttatás, amely egyébként az ország valami településének jár. Tegnap voltam olyan településen, amely sokkal-sokkal közelebb van a Paksi atomerőműhöz, és egyébként egy fillért nem kap ilyenfajta ellentételezésül. Tehát örüljünk ennek a pénznek, és azt gondolom, hogy ezt a pénzt nem felélni kellene elsősorban, hanem a jövő számára valami maradandót alkotni belőle, és akkor most azt gondolom, hogy egy olyan témánál tartunk, amely összecseng ezzel az általam megfogalmazott két gondolattal, mi szerint van egy olyan forrásunk, amelynek örülünk, hogy van, és örülünk, hogy még van, és elég tekintélyes, és ezt a jövő számára fordítsuk, és mi pedig úgy fordítsuk a jövő számára, hogy támogassuk ezzel a településünk arculatának a kialakítását, megőrzését. Tehát amikor jövőre a költségvetésünket megalkotjuk, akkor én most azt javaslom, és azt fogom javasolni majd a költségvetés alkotás során, hogy a tett forrásból egy jelentős részt egy ilyen alap létrehozására fordítsuk, miszerint aki tesz azért, hogy valóban méltó utcakép, településkép fogadja az itt élőket, meg az ide látogatókat, az részesüljön önkormányzati támogatásban is. Köszönöm szépen, polgármester. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztésen? Az előterjesztés vitáját lezárom. Én azt gondolom, hogy amit képviselő megfogalmazott, az összecseng nagyon sok tekintetben
azzal, amit mindannyian képviselünk, hogyha valaki valóban a közösségért tenni, akkor azt megfelelő módon próbáljuk motiválni. Ne csak a szankció oldaláról próbáljuk az embereket terelgetni, hanem adott esetben pozitív motivációval is próbáljuk őket segíteni. Annak érdekében, ahogy képviselő is fogalmazta, hogy a városképünk az valóban magában tudja hordozni még nagyon-nagyon sok évszázadon keresztül azt, ami Bátaszék építészetére jellemző, amellett pedig jó érzése tölti el mind a bátaszékieket, mind pedig az átutazókat a adott esetben a Budai utcán, vagy a Kossuth-Lajos utcán, vagy az általuk meghatározott utcákban közlekednek, járnak elnek. Képviselőtársak, határozathozatal következik. Én gyakorlatilag a közmedési bizottság javaslatát terjesztem majd döntéshozatalra, mely szerint az alhatározati javaslat kerüljön elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy nem csak az 5-ös, 6-os, 4-es, 5-ös, 6-os, hanem az ezen kívüli települési részekre vonatkozóan is a korlátozás kerüljön feloldásra. Természetesen ennek nevesítése majd a kidolgozott rendeletben történik. Azt gondolom, ezt a rendelet tervezetet még ebben az esztendőben be fogjuk terjeszteni a képviselőtársak elé, legkésőbb a novemberi képviselőtestület ülésen annak érdekében, hogy január 1-től ezen szabályok alapján tudjon működni majd a településképi rendeletünk is. Ennek figyelembevételével az egyes számú az A határozati javaslatról fogunk dönteni, kérem szavazni. A képviselőtestület elfogadta, köszönöm szépen. 12-es napi rendi pontunk, közös hivatal közszolgálati szabályzat módosításának jóváhagyása, 186-os számú előterjesztés, edzőasszony parancsolja, kérem a szót. Köszönöm szépen. A módosításban arra tennénk javaslatot, hogy a szemüveg költségtérítésre vonatkozó szabályozást annyiban változtassuk meg, hogy ne a mindenkori költségvetési törvényben szereplő illetmény alaphoz igazítsuk, hanem a mindenkori helyi önkormányzati rendeletben szereplő illetmény alap legyen ennek az alapja. Alsónan és Alsónyék község képviselőtestületei támogatták a módosítást, úgyhogy kérem, hogy Bátaszék is támogassa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdések következnek, képviselőtársa. Kérdése jelenkezőt nem látok. Megnyitom az előterjesztés vitáját. Ki kíván hozzászólni az előterjesztéshez? Az előterjesztés vitáját lezárom, a beterjesztett javaslatot fogunk dönteni, kérem szavazzon. Nyolc igennel a képviselőtestület elfogadta. 13. napi rendi pont, Kossuth utcai civilház felújításának jóváhagyása, 187-es számú előterjesztés, irodavezető úr parancsolja, tiéd a szó. Köszönöm szépen, polgármester. A Kossuth utca 3-as szám alatti ingatlan civilházként működne továbbra is. Ehhez kapcsolódóan már egy részletes tervdokumentáció készült el a korábbi években. Most a használat során ugye a Bátaszéki Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázaton nyert eszközök beszerzésére pénzösszeget. Itt egy német regionális központot kívánnak majd január 1-től működtetni. Az egyeztetés került lefolytatásra, milyen funkciók kellenének itt az adott épületrészben, és ehhez ugye egy visszafogott, takarékos kivitelezési munkával milyen módon valósítható ez meg. Ehhez kapcsolódóan ugye elkészültek a tervek, illetve a tervek alapján egy költségbecslés is, amely költségbecslés tartalmazza a bontási munkákat, az első, második, illetve harmadik ütemű felújítási munkákat. Vélhetően ugye a bontási munkák nem igényelnek feltétlenül különösebb szaktudást, itt a Nemzetiségi Önkormányzat az egyeztetés alapján hozzá tudna járulni a maguk munkájával ennek a munkának az elvégzéséhez, illetve hát az önkormányzat itt az előterjesztés alapján egy 5 millió forint összegű forrás biztosítana ahhoz, hogy az első és második ütemben tervezett munkák részlegesen megvalósulhassanak, illetve ezzel együtt ugye január 1-ével elindulhasson az a projekt, amire
nemzetiségi önkormányzat pályázat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az előterjesztés tárgyát a közművelődési bizottság elnök úr parancsa. Tök polgármester úr, támogatjuk a határozati javaslatot. Változtatás nélkül elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdések következnek, képviselőtársa. Dr. Bunyai József, elnök úr parancsa. Köszönöm szépen, polgármester úr, azt szeretném kérdezni, a római egy, meg a római kettő ütem tekintetében, ami körülbelül bruttó 48 millióval jól adtam össze, mit jelent az önkormányzatra háruló részleges megvalósítás? A másik kérdésem meg az lenne, hogy mit értünk azon, hogy 2021. január 1-től tevékenységet meg kell kezdeni. A harmadik, hogy a német nemzetiségi önkormányzat mennyi forrással rendelkezik, és ezek a források címkézben vannak, úgyhogy eszközbeszerzés, építési munkák, vagy hogy állunk ebben a kérdéssel. Erre szeretnék valami választ kapni, hogy képbe kerüljek én is. Köszönöm szépen. Alapvetően a Kossuth utcai 3-as szám ingatlan tekintetében a képviselőtestület 2015-ben eldöntötte, hogy civil házként fogja működtetni. Még korábban 2012-ben kötötte meg az önkormányzat a Székely Baráti Körrel, a Német Egyesülete és a Felvidéki Társcsoporttal az ingyenes használatba adási megállapodásokat az épület bizonyos elemeinek és egységeinek használatára. 15-ben ugye képviselőtestet áttekintette, meg is kezdtük ennek az előkészítését, és elkészült az engedélyes terve a civilház átalakításának, amelyre vonatkozóan testület már együttemben forrást biztosított, hiszen 2018-ban a tetőszerkezet felújítását elvégeztük. Tehát alapvetően a képviselőtestület már korábban kinyilvánította azon szándékát, hogy ezt civilházként a bátorszéki civil szervezetek számára kívánja biztosítani, és lehetőségeihez mérten megkezdi ennek az épületnek a felújítását. Emlékeztetném a képviselőtársakat arra, hogy 2020 évi költségvetés összeállításakor 10 millió forintos keretösszeg volt betervezve azon a jogcímen, hogy a civilház felújítását megpróbáljuk majd idén megkezdeni. Az élet úgy hozta, hogy e tekintetben módosító javaslatokat kellett tenni, és ezt a forrást az egyensúlyi tartalékba visszavontuk az év elején. Szintén az élet hozta azt a forgatókönyvet, mely szerint ugye sikeres pályázatot tudott benyújtani a Német Nemzetiségi Önkormányzat egy regionális kulturális központ működtetéséhez szükséges eszközök beszerzésére. Tehát itt eszközökről beszélünk, amelyek gyakorlatilag sport, illetve kulturális eszközök, egy könyvtár, illetve foglalkozások megtartásához szükséges eszközök 7000 euró értékben, és önerőt is biztosítani fog majd az önkormányzat. Ami egy kicsit újra napirendre tűzte és felgyorsította, még mindig civilházról beszélünk, a civilház felújításának elképzelését. Viszont úgy gondoltuk elnök úrral és az egyesület vezetésével történt konzultáció kapcsán, hogy ha már tudjuk, hogy konkrétan a Német Egyesület részére használatba adott ingatlan résznek mi lenne a funkciója, nevezetesen, hogy egy regionális kulturális központként tudjon majd működni, akkor célszerű ezt a tervet és a belső átalakításokat úgy kialakítani, ami egyrészt összhangban van a későbbi működtetési vagy működési elképzelésekkel, másrészt egy kicsit a költségek tekintetében is szorosabbra húzza a nadrágszíjat, mert eredeti elképzelések szerint egy nagyobb táncterem lett volna, nagyobb bontási munkálatokkal, két vizes blokkot alakítottunk volna ki, két fűtési központ lett volna az eredeti engedélyes tervben, ezt most átfésültük, és most már ez az átalakítás funkcionálisan egyezik azzal az elképzeléssel, ami gyakorlatilag ennek a célnak a megvalósítását is szolgálná. A megbeszélések során is azt mondtuk, hogy az önkormányzat egy összegben ekkora összeget nem tud biztosítani a felújításra. Ezért elhangzott az is, hogy az önkormányzat a mostani költségvetési lehetőségei mentén, amennyiben a képviselőtestület ezt jóvá adja, egy 5 millió forintos keretösszeggel elkezdeni azokat a feladatokat, természetesen a Német Egyesülettel összehangolva, ami a helyiségek kialakítását és elsősorban az első ütemhez tartozó helyiségek kialakítását eredményezheti, illetve az első ütem működtetése érdekében mindenképpen szükséges a fűtési központ kialakítása, illetve az első ütem tekintetében minimálisan a fűtési rendszernek, illetve a villamoshálózat korszerűsítésének a megvalósítása.
Ezekben szeretnénk, ezeket a feladatokat szeretnénk elvégezni. Természetesen az önkormányzat egyelőre 5 millió forinttal tud ehhez hozzájárulni. Mind az önkormányzat, mind a nemzetiségi önkormányzat, mind az egyesület részéről megfogalmazódott az, hogy a saját csatornáikon keresztül mindent el fognak követni annak érdekében, hogy magához a felújításhoz különböző megyei, országos vagy anyaországi támogatást tudjanak majd szerezni. Ennek függvényében haladhat majd a felújítási munka. A mi elképzelésünk az egyeztetés során az volt, hogy lehetőség szerint minden olyan munkarészt, amely egyfajta társadalmi munkával kiváltható, gondolomként bontási munkálatokra, olyan építési munkákra, amelyek nem biztos, hogy teljes mértékben szakértelmet igényelnek, villanyvezetéknek a bevésésétől kezdve számtalan olyan dolog, nyilázároknak a kibontása. Ezeket szeretnénk társadalmi munkában elvégezni, és lehetőség szerint csak olyan szakipari tevékenységet szeretnénk finanszírozni, ami nem váltható ki, illetve olyan anyagköltségek, amelyek természetesen szükségesek, hogy megvásárlásra kerüljenek, nyilázáró, kazán, stb. Stb. Ezeket szeretnénk úgy összehangolni, és így ez a folyamat nagy valószínűséggel megindulhat, és hát jó néhány évig tartani fog. A kötelezettség annyiban áll fent a pályázat tekintetében, hogy 2021. január 31-ig kellene egy olyan rendezvényt tartani, ami, ahol be tudja mutatni a német önkormányzat, hogy ezeket az eszközöket megvásárolta és elhelyezte egy helyiségben. Erre fogunk törekedni az első ütemű helyiség kialakítása kapcsán. Hát bízom benne, hogy sikerül legalább olyan szinten eljutni, hogy ezek a megvásárolt eszközök, berendezési tárgyak az első ütemű helyiségelemekben elhelyezhetők legyenek, és akkor utána tudunk haladni gyakorlatilag az épület további átalakítása kapcsán. Nem mondanék igazat, ha azt mondanám, hogy itt befejeződik ez a dolog. Nem fog befejeződni, hiszen nagy valószínűséggel a 2021-es költségvetésben lehetőségeink ez mérten, hiszen a civilház felújítását ugye alapvetően az önkormányzat tűzte 2015-ben az zászlajára. Ez folytatódni fog. Annak függvényében, hogy az önkormányzatok milyen anyagi lehetőségei lesznek, akkor a forrást lehet majd biztosítani a további munkálatoknak az elvégzésére. Egyelőre ennyi információnk van, és ennek mentén szeretnénk megindítani ennek az épületnek a felújítását. További kérdés? Hát még benne volt, hogy a német mennyivel rendelkezik most, mivel neki tudunk futni, mennyi pénzzel? Mennyi pénze? Mennyit nyertünk? 5500 eurót nyertünk országból. A nemzetiségi önkormányzat is a saját forrásából 2 millió forintot csoportosított át erre az összegre, és természetesen külső forrásokat is próbálunk találni. Én már nem nagyon bizonytalanság, hogy erre az ingatlanra mindegy 70-80 millió forintot kell ráköltenünk, nem tudom. Nem tudom, hogy hol áll meg. További kérdések? Oké, ez nem is kérdés, bocsánat. Hozzászólás, parancsolni. Köszönöm szépen. Én azt szeretném mondani, hogy én a céllal maximálisan egyetértek, mert buta volna az a képviselő, aki nem abba gondolkodna, hogy minél jobbat, minél többet, minél szebbet, de a pénzügyi egészsége kialakításához vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Ezt is szeretném figyelni minden képviselőtársamnak. Mert én nem vagyok abban biztos, hogy a következő évi költségvetésből mi ide tudunk transformálni akkora összeget, amivel tovább tudunk ballagni úgy, hogy ezt be lehessen mutatni valamikor a jövő év közepén, vagy nem tudom mikor egyáltalán mit hoztunk létre, vagy mit alkottunk. Ez egy akkora épület, hogy ezen 5 millió forint mindegy esőcsepp. Annyi látszik meg rajta majd ezzel a bontás. Lehet, hogy 5 millió forintból szét lehet szedni azokat a részeket, amit ugye úgy döntöttünk, hogy gyakorlatilag idejét múlt és már nem alkalmas semmire, bontsuk le. Na és utána következnek azok a dolgok, amik ide benne vannak írva különböző összegekkel, amire én mondtam, hogy körülbelül 48 millió forint az első két ütem, és azzal még nem vagyunk kész. Azzal csak belelendültünk, és egy irányt határoztunk meg, hogy hova szeretnénk eljutni. Ennek a vége
én nem vagyok építész, de lehet, hogy 70-80 millió forint, vagy még több is lehet. Csak azt nem tudom, hogy honnan fogjuk előteremteni ezeket az összegeket. Ha a jóslatok igazak, és az ország költségvetése is 21-be, 2-t vagy 3-at húzni fog a nadrágszíjon, akkor valószínű nekünk is lukasztani kell a nadrágszíjunkon itt helyben, mert ez legyűrűzik. Az biztos, mert másképp nem tud működni a dolog. Nem tudom, hogy ekkora elképzelésekbe most szabad-e egyáltalán nekünk döntést hozni. Mert az, hogy adunk 5 millió forintot, 28 millió forint van, ugye, ami a céltartaléknál nincs lefedve, abból nem dönt össze minket, ahol adunk 5 millió forintot. De hogy ezt utána, mikor, meg hogyan tudjuk megvalósítani, ha azt fogadjuk el magunknak, hogy adattuk az 5-öt, és a következő 10 évben, akik következnek, majd megvalósítják, akkor lehet róla beszélni, de belátható időn belül jön ennek realitását, hogy készre menjen, 21-ben biztos nem látom. Tehát, és nem biztos, hogy nem lesznek nekünk sokkal égetőbb dolgaink is e tekintetben, amit majd meg kell oldani, lásd az öregek otthonával kapcsolatos épület, vagy egyéb dolgaink, amiben szintén belegabajodtunk már, és csinálnunk kellene. Nem tudom, hogy kell-e egy újabb ilyen meglehetősen markáns pénzügyi frontot nyitni, mert gyakorlatilag van egy régi magyar mondás, ugye, hogy sokat akar a szarka, csak nem bírja a farka. Tehát gyakorlatilag valahogy mederbe kell terelnünk az óhajainkat és a realitást, beszűkíteni egy olyan pályára, hogy lehetőleg kezelhető legyen. Én még egyszer mondom, hogy nagyon egyetértek azzal, hogy legyen, csak nem látom a fedezetét a későbbi első és második ütemnek, annak a 48 millió forintnak, bár úgy legyen, hogy sikerüljön ezt létrehozni, mert ugye, hogy a Imre mondja, hogy a 80 milliós tett támogatást tegyük félre, félretehetjük, de abban a pillanatban ugye az a helyi adóból be kell pótoljuk, mindegy melyik zsebünkhöz nyúlunk hozzá. Ha egyszer azt akarjuk, hogy működjön a város, és olyan szinten működjön, ahogy megszoktuk, akkor mindegy, hogy a tesztpénzt tesszük félre, vagy a helyi adópénzt tesszük félre, vagy mind a kettőt felhasználjuk, ahogy a szükség hozza. Tehát igazándiból hátrébb lépni csak úgy tudunk, ha az igényeinkből mondunk le. Mert ugye szeretnénk ugyanúgy működtetni az önkormányzatot 21-ben is legalább, mint ahogy most sikerült. Ahhoz, hogy így működjön, ahhoz meg szükség volt ugye a tett pénzre is, szükség volt a helyi adóra is, és szükség volt az egyéb bevételekre is. Ha egyiket félretesszük, és azt mondjuk, hogy ebből kapukat támogatunk, akkor valahonnan, akár a civil szervezet támogatásából, akár a sportból, akár mit tudom én onnan, vissza kell lépni. Mert csodák nem történnek, egyéb pénzek nem képződnek máshol. Csak amit be tudunk idehozni adóból, tettből és egyéb önkormányzati bevételből. És ezt kell valahogy összerakni az én elképzelésembe, hogy a realitások talaján maradjunk. Mert ha ti most azt el tudjátok fogadni, hogy az önkormányzat 5 millió forint támogatást ad, és azt most tudja adni, és utána nem tudja, hogy mikor lesz utána az első ütem 28-ért, a második ütem 19-ért, azt így el tudjátok fogadni, akkor rendben van. Akkor az 5 millió, rendben van. De a többi, hogy mikor érkezik, ember nincs, aki megmondja, én szerintem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dr. Szabó Ákos, parancsnok. Köszönöm szépen. Gyakorlatilag ezeket a kételyeket rossz szóhasználattal csak támogatni tudom, amiket elnök úr az előbb elmondott. Egyrészt, másrészt igazándiból az álmodozók könnyedségével ültünk itt nemrég, amikor a közművelődési teret ugye megnéztük, hogy ott mibe gondolkodunk tovább, be hát nyilván a civileket is, a szervezeteinket is beleálmodtuk, vagy belegondoltuk. Most itt akkor egy pici ellentmondást érzek, hogy akkor itt most neki futunk. Mondjuk olyan ilyen milliárdos nagyságrendű költségvetéseknél, hogy nyilván hát mivel álomról volt szó, azért nagyon komoly aggályokat nem fogalmaztunk meg. Itt azért 10 milliós nagyságrendű, vagy esetleg 100 millió felé tendáló összegek vannak, és hát kétségtelen, hogy itt azért meg kell fontolni, hogy azért egyébként 2,5 millió forint körüli összegén, amit ugye itt most az Egyesület maga, vagy hát a német önkormányzat ugye nyert, és bizonyos eszközök ugye ide érkezhetnek, hogy azért most
annak egyáltalán meg tudunk-e felelni, tudunk-e oda rendelni úgy pénzeket, hogy most fussunk neki. Ezt értem, hogy nem akarnánk-e bukni ezt se. Akkor meg kéne nézni, hogy milyen átmeneti megoldással tudnánk azoknak az elvárásoknak megfelelni, esetleg nem a civil házba gondolkodva, hanem megnézni, hogy egy adott, milyen adott teret tudnánk biztosítani annak, ami ugye az adományozónak is elfogadható lenne, és aztán majd mi később gondolkodhatnánk tovább ebbe a dologba. Most konkrétan nem tudnék javaslatot tenni, de nyilván ezen el kéne gondolkodni. Nyilván amit adnak, el kell fogadni, és azt akkor meg kéne nyerjük, meg kéne nézni, hogy mit lehet itt csinálni. Ha civil házba gondolkodunk, az azt gondolom, hogy jó, most amennyire tudom, ugye a székely oldal az beleindul ebbe a dologba, ők csinálják, ez ide főzárkózhat, ugye akkor a civil szervezetek jelentős részének a gondja is megoldódhatna, akkor már tovább fűzve a gondolatot, hogy gondolkodhatnánk a közművelési térnek esetlegesen szerényebb megoldásában, és így tovább, tehát mert azért ezeket csak valahol össze kéne kapcsolni, de az szinte bizonyos, hogy azok az összegek rövid távon csak igen nagy szerencsével állhatnak rendelkezésre, amelyekből ezeket az elképzeléseket esetleg meg tudnánk valósítani. Úgyhogy ezt nagyon megfontolnám, én inkább mondom, abban gondolkodnék, hogy tudnánk-e valami megfelelő körülményt fölvonultatni, hogy ezt a olyan 2,5 millió körüli értéket, ezt magunkévá tehessük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dr. Puskás, én parancsolóképviselő. Köszönöm szépen, polgármester úr. Ha van értelme ennek a szókapcsolatnak, hogy támogatom a kételyeket, akkor én is támogatom a kételyeket. A pénzügybizottság elnök úr által elmondottakat és Szabó Ákos által elmondottakat. Azt gondolom, hogy néhány hónappal a költségvetés, a 21-es költségvetés tárgyalása és elfogadása előtt most talán túl nagy vállalást tennénk, hogyha ezt a tervet elfogadnánk, még akkor is, hogyha most csak 5 millió forinttal köteleznénk el magunkat, de időnként az 5 millió forint, hogyha annak nem tudunk folytatást biztosítani, akkor kidobott pénz is lehet. És akár az 5 millió forint is tud hiányozni, hogyha egyszer csak úgy kiderül, kidobtuk. Ezért én egyetértek Szabó Ákossal, miszerint inkább annak a lehetőséget kellene felmérni, hogy a német önkormányzat által nyert forrásnak hol lehetne olyan teret találni, amely akár 5 millió forint ráfordítása is végleges megoldást jelentene. Erre nekem most nincs ötletem, de minden esetre ezen az úton való ilyen határozottnak tűnő elindulást én is kockázatosnak érzek, és nem biztos, hogy jó érzéssel tudnám támogatni, azzal együtt is, hogy egyébként meg jó érzéssel támogatom a német önkormányzatnak és a német egyesületnek is a törekvéseit. Tehát összességében jó volna, hogyha erre tudnánk megoldást találni, hogy az a pályázati forrás, amit ők elnyertek, plusz ami mögötte levő tartalom, amit megvalósítanának, az létrejöjjön, csak nem biztos, hogy azon az áron jönne létre, aminek most nekiindulnánk, mert lehet, hogy csak néhány kibontott fal lenne az eredménye, és nem biztos, hogy tartalommal tudnánk megtölteni. Ezért induljunk inkább valami más irányba, mint ezen az úton. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. További hozzászólások. De alapvetően ezek a beszélgetések többek között arra is jó, hogy az embernek a gondolat menetét próbálja más irányba sarkalni. És talán most ugrott be igazán még egy alternatív megoldás a tekintetben. Nevezetesen az, hogy ugye az új közművelési terünk kapcsán ugye beszéltünk arról, hogy az ki fog váltani, illetve olyan helyzetet fog előidézni, hogy vannak olyan helységek, terek, amelyek gyakorlatilag fel fognak ebből szabadulni. És ugye ezek közé fog tartozni valószínűleg a Petőfi Sándor művelődési ház épülete is. A Petőfi Sándor művelődési ház épületén azért komoly, mondjuk fűtésrekonstrukciót hajtottunk végre egy évvel ezelőtt.
sőt, ha ez az esztendő még segített volna rajtunk, mind ahogy nem segített, akkor be is fejeztük volna mondjuk a fűtés korszerűsítését teljes egészében. És hát arra is voltak már elképzeléseink azelőtt másfél-két éve, hogy ez a hátsó rész, ahol régebben az irodahelyiségek voltak kialakítva, azt mindenképpen mondjuk a folyosó épület vagy a folyosó résznek a megszélesítésével, leszigetelésével közösségi terekké lett volna célszerűen átalakítani. És most ugrott be igazán az a lehetőség, hogy ha és amennyiben ez az álmunk egyszer valóra tudna válni, és hát reméljük, hogy sokan fogunk annak érdekében, hogy valóra váljon, akkor adott esetben ezek a terek, amelyek ott a műrödési ház hátsó részében jelen pillanatban is vannak, sokkal jobb műszaki állapotban, mint mondjuk a Kossuth Lajos utcai óvodának ez a része. Ha azzal kezdünk valamit, akár 5 millió forint értékben, ott valószínűleg könnyebben ki tudnánk alakítani azokat a helységeket, amelyek mondjuk ezeknek az eszközöknek az elhelyezésére részünkről is talán jobban vállalhatók, mert valószínűleg ezzel az 5 millió forinttal csak addig jutnánk el, és bocsánat a hasonlát, mint a papok táncolnak, tehát úgy szépen rendbe tennénk, de még nagyon sok munkánk lenne. Tehát adott esetben talán ránk vonatkozóan is még egy plusz adalékot adna, hogyha már ezt elígértük, és funkcionálisan kihasználjuk, és átadjuk mondjuk a Német Kulturális Központnak a kialakítására, akkor még egy adalék, hogy legyen egy olyan közművelési terünk, mert innen ki fogunk szorulni, és előbb vagy utóbb lehet, hogy az egész épületet kell, szívesen bocsátjuk majd mondjuk a Német Önkormányzat vagy a Német Egyesület részére. Ez lehet, hogy lehet egy olyan alternatíva, ami mondjuk ebben a rövid időben átalakítással jobb helyzetet teremtene ennek a feladatnak az ellátására. Ezért, ha mennyiben a képviselőtestet is támogatja, akkor ennek a napirendi pontnak a levételét javasolnám azzal, hogy az október ülésre vizsgáljuk meg, hogy mindezek figyelembevételével azok az igények kielégíthetők-e a műrödési ház hátsó részében, ami ennek a feladatnak az ellátására szükséges. Én egy kicsit még funkcionálisan ideértem mondjuk még a klasszikus zöld termet is, amelyet szervesen ide lehetne csatolni, és ott többek között közösségi rendezvényeket meg lehetne tartani, és hát ha ezzel is meg tudjuk teremteni azokat a lehetőségeket, ami ahhoz kell, hogy azért ne veszítsük el. Nem elsősorban az eszközt, mert nem gondolom az eszköz itt a legnagyobb, hanem az, hogy egy német kulturális központban gondolkodtak a döntéshozók ezeknek a feltételeknek az iderendezésével, és hát jó lenne, hogyha ezt tudnánk továbbiakban is erősíteni. Nem tudom, képviselőtársaknak mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Akkor az előterjesztés vitáját... Hogy átgondoljuk ezt a dolgot újfent. Részünkről is elfogadható lenne ez a megoldás, csak ezt meg kéne ott a helyszínen vizsgálni, ugye, hogy ezek a közösségi tereket, amit itt elképzeltünk, vagy szükséges lenne, hogy ott hogy lehetne megvalósítani. Ha ott is megvalósíthatóvá válik ez az elképzelés, akkor az is egy gyakorlatilag egy központi helyen van, ugyanúgy, mint a Kossuth utca, tehát részünkről támogatható lesz ez is. Jó, előterjesztés vitáját lezárom. Az lenne az áthidaló javaslat, hogy ebben a formában a képviselőtestület az előterjesztést vitáját elnapolja, viszont felhatalmazna bennünket arra, hogy egyeztetve a Német Egyesülettel, Német Önkormányzattal, a Petőfi Sándor Művelődési Ház épületének jelen pillanatban funkcionélküli részét vizsgáljuk meg, hogy milyen feltételekkel, hogyan lehetne átalakítani annak érdekében, hogy ezt az elképzelést meg tudjuk ott valósítani. Erről fogunk dönteni, képviselőtársakok, szavazzunk! Nyolc igennel a képviselőtestület elfogadta. Bírjátok még, vagy tartsunk szünetet? Pörgessük az események. Rendben. Rendben. Köszönjük szépen. A képviselőtársak.
jegyzőkönyv számára rögzítem, hogy a képviselőtestület 7 fővel fogja folytatni a munkáját. 15. napi rendi pontunk, gondozási központ működéséhez szükséges pótirányzat hozzáállás 189-es szám előterjesztés. Tisztelt képviselőtársak, abban a helyzetbe került a gondozási központ, hogy a gondozási központ átlagos foglalkoztatotti statisztikai létszáma, tehát nem az engedélyelt álláshelyen, hanem a foglalkoztatotti statisztikai létszáma a központi statisztikai hivatal tájékoztatása szerint átlépte azt a mértéket, amely felett már rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettsége áll be az intézménynek. Ez a létszám ugye ez 25 főbénél van meghúzva. Próbáltunk itt különböző megoldásokat találni, és azt is néztük, hogy esetlegesen, ha október 1-től foglalkoztatunk, ha találunk megváltozott munkaképességű dolgozót, akkor mekkora összeget nem kéne befizetni, de végül is arra jutottunk, hogy arra teszünk javaslatot, hogy biztosítsa a képviselőtestület a rehabilitációs hozzájárulási járulék megfizetése érdekében azt az összeget, ami a társuláson belül, hiszen ezt a feladatot társulási formában látjuk el több önkormányzata, a társulási feladatok megosztási arányában ránk esik, és ez mintegy 800 ezer forintos költséget jelentene. Természetesen intézményvezető asszonnyal felvettük a kapcsolatot, át is gondoltuk, hogy ez 21 tekintetében hogyan tudjuk úgy kezelni majd, hogy ne álljon be gyakorlatilag ez a rendkívüli helyzet. Hát egyelőre nem nagyon látjuk azt, hogy ki lesz az, akit erre a területre majd foglalkoztatni tudunk, de hát majd megpróbáljuk természetesen megkeresni a megfelelő személyt, de én most az előterjesztésen találom e tekintetben, de most már megtaláltam. Köszönöm szépen. Ezért arra a javaslatot, azt a javaslatot fogalmaztuk meg, hogy a képviselőtestület biztosítsa ezt a, pontosan fogom mondani mindjárt az összeget, 873 ezer forintos összeget a rehabilitációs járléknak a befizetésére. Az előterjesztést tárgyalta a Szociális Bizottság parancsnoka. Köszönöm. Javaslatot elfogadásra javasoljuk, tehát hogy a gondozási központot támogassuk meg akkor ezen 873 ezer forinttal a költségvetését. Köszönöm szépen, kérdések következnek. A polgármester parancsol. Nekem a kérdésem az lenne, én ugye 18 évekből itt, és 18 év alatt még az intézmény vezetőjétől azt nem hallottam, hogy létszámba esetleg visszalépés lenne, vagy a létszámgazdálkodás az úgy történne, hogy annak a racionalizálása áttekintett lenne. Ez az én privát véleményem róla. A kérdésem az az lenne egész konkrét, amiután az előző napi rendi pontok közt hallottuk, hogy kisebb települések még az egyéb befizetni valókkal is tartoznak, hogy ezek a 100 ezer forintos nagyságrendű, vagy több 10 ezer forintos nagyságrendű összegek, ezek a társult településekkel egyeztetve vannak-e, ők elfogadták-e már ezeknek a befizetését. A másik kérdés az az lenne, hogy amikor az első negyed évben 25,1 lett az átlagos statisztikai létszám, akkor kérdem én tisztelte, hogy azt, akit 6 órába foglalkoztatunk, nem lehetett volna esetleg racionálisan átcserélni. Ugye volt itt egy pár hónappal, évvel ezelőtt, amikor valakit az adminisztrációs terhek megnövekedése miatt azt hiszem 6 órába foglalkoztattunk. Átcserélni olyanra, akire a rehabilitációs szabályok másként vonatkoznak, tehát ahogy itt is, meg a gimnáziumban, általános iskolában, tehát egy picit, mert ugye most már szeptember 23-a van, akkor második negyedében 25,6 lett, aztán a harmadik negyedben 26-nál tartunk gyakorlatilag az átlagos létszámnál, hogy egy picit előbb, ha ébredtünk volna, akkor ez nem került volna most 1 millió forintunkba nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A társulási tanácsülésen már bevittük az előterjesztést, a társulási ülésen a társult települések polgármesteri az előterjesztést egyhangulag támogatták, tehát részükről a tudomású vétel ilyen tekintetben megvan. Természetesen nekik ezt be kell vinni a saját képviselőtestület ülések elé. Azt lehet mondani, hogy Alsónál a múlt héten tárgyaltam, két település jóvá hagyta. Az összeget Sárpi is, a település holnap fogjuk tárgyalni. Yeah.
Köszönöm szépen. Zsuzsák, létszámgazdálkodással kapcsolatban. Tudni kell azt, hogy statisztikai állományi létszámról beszélünk. Tehát ezt értettem. A KSH számolja ki az ő privilégiumába, illetve az ő feltételeivel. Ezt tudni kell, hogy ugye ez nem az álláshelyek számát jelenti. Értem, elolvastam, azt megértettem. Én azt kérdeztem, hogy a szeptember 23, az első negyedévben, amikor kijött 25,1, miért nem léptünk? Én augusztusban kaptam erről tájékoztatást, hogy ilyen számaink vannak az álláshelyek tekintetében. És akkor mi mindjárt próbáltunk ezügyben lépni, de a kincstár így küldte meg az eladott rendszeren az adatokat. Köszönöm. Elnök úr, parancsolj. Nagyon képpen az a problémám, hogy ezzel a 800-val hány ezer forinttal, ezzel nem a gondozási központot támogatjuk. Ez az összeg, ez belekerül az országos nagykalapba. Na most, ha már így alakult ez a dolog, és túllépjük, hogy 25-1 meg 26, akkor az én olvasatomban elsősorban nem az a nagyobbik gond, hogy egy tizeddel túlléptük, hanem az, hogy amikor túlléptük, akkor tulajdonképpen nem egy bátaszéki polgárt próbáltunk alkalmazni, aki megváltozott munkaképességű, és az ő zsebébe tettük volna bele ezt a kis pénzt, és akkor itt helybe lett volna idézőjelbe egy boldogabb ember talán, ha tudtunk volna valakit találni időbe, és neki fizetjük ezt ki, és akkor nem kell elutaljuk az úgynevezett nagy kalapba, hanem tulajdonképpen itt tudtunk volna valakin segíteni, ha van olyan. Most, ha az egész településen nincs egy olyan ember, akin így segíteni tudtunk volna, akkor jó helyen vagyunk, mert akkor gyakorlatilag működőképes itt minden. Mert ugye oda tudtuk volna adni a kis Jucinak, a nagy Jánosnak, vagy ezének a munkabérként, és akkor nem kellett volna befizetnünk ide. Tehát ennyit szerint. Ezért figyeljük, most nem az, hogy összedönt minket a 870 ezer forint, hanem az, hogy nem abban a zsebbe ment, ahova mehetett volna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony, parancsolj. Köszönöm szépen. Akkor a polgármesternél kezdeném, hogy a létszámgondokat én azt gondolom, hogy ez biztos az a munkáltató része az önkormányzatnál, ahol nem csökkenteni, hanem növelni kell a továbbiakban is. Az a része a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy valóban erőbb kellett volna ezt észleljük. Én ezt úgy fogalmaztam, hogyha határon van a munkavállalói létszám, tehát 25 körül vagyunk, 24-25, akkor tartalék rehabossal kell dolgozni, mert pillanat alatt ez történik, ami történt. Hogy ki legyen az a rehabos, ez lenne az igazi problémánk, nem csak a szakmai szakértelem miatt, hanem amiatt, hogy nincsenek. Településen 3 rehabilitáltakat foglalkoztató munkahely van, aki mindent felszippantott. Ezen kívül a nagy cégek már, aki úgy rehabos, hogy el tud menni dolgozni, már szintén felvették. Jönnek olyan dolgozók, olyan leszázalékolási papírokkal, hogy önmaguk ellátására képesek, vagy arra sem képesek, és küldik őket, hogy felvennék. Tehát valami csodának kell történnie, hogy találjunk olyan dolgozót, akivel ezt majd betöltjük, mert látom az erre vonatkozó tényeket, tehát ilyen naponta szembesülünk vele, hogy kik dolgoznak a Luxinnál, kik dolgoznak a Varodába, a Protimnél, és hogy a többi munkáltató is 25 fő felett már felvette őket. Hát én szeretném egy kicsit a Zsuzsit megvédeni. Azzal egyetértek, amit mondtál, elnök úr, hogy igen, ezt nem a gondozási központ kapja ilyen értelemben, hanem a gondozási központon keresztül természetesen befizetjük a központi költségvetésbe, és én azt tudom, hogy részemről is fogom nézni a munkavállalókat, és ha olyan jön be bármelyik cégnél, akit a gondozási központ keretein belül alkalmazni tudunk, mert ezek hát igencsak bizalmi állások, megfelelő empátia és ismeretanyag szükséges ahhoz, hogy meg megfelelő idegrendszer, hogy ezekkel a problémákkal és emberekkel megküzdjünk, akkor magam fogom meghívni, hogy igazoljon át hozzánk. Ez nem túl szép, de átment már a fejembe, hogy megszólítom, hogy nálunk milyen lehetőségek vannak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dr. Szabó Ákos, parancsa képviselő. Csak egy nagyon rövid mondat erejéig, tehát ugye
azért van esélyünk, hogy ebből kiláboljunk, mert én úgy gondolom, hogy ez csak addig tart, amíg nem találunk valakit. Jól lehet, ez nem egy egyszerű feladat, de onnan kezdve, ha sikerül, akkor ugye nincs tovább. Tehát ha szerencsénk van, úgymond, akkor lehet, hogy akár ezt az évet most így elbuktuk, de lehet, hogy 2021-től már nem is kell. Tehát ez csak egy kincstári optimizmus persze a részemről, de mondom, csak addig tart, amíg nem találunk valakit, és onnan kezdve visszazökkenhetünk abba a idézőjeles boldog állapotba, hogy akkor ide valakinek, ha nem is bátaszéki, az se baj, tudunk biztosítani egy lehetőséget, csak hát alkalmatos embert találunk. Biztos, hogy ezt nagyon keresni kell majd. Ennyi lett volna, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alpolgármester parancsolt. Köszönöm. Én azt látom és nem is vitatom a létszám növekedésnek a szükségességét. Ez nyilván a szociális és a társadalmi helyzettel függ össze. Ez egy dolog. Én csupán azon, bocsánat, háborodtam föl, hogy miért szeptemberben tárgyalunk erről egyrészt. Másrészt meg én ebbe egész biztos vagyok, hogy akár egy, tehát nyilván nem egy szakmai munkára gondoltam én rehabilitáltat fölvenni meg. Nyilván a bizalmi jellegét is tudomásul veszek. Hát akkor udvarosnak, takarítónőnek, bánatom tudja, mi valahonnan, valahova átjelenteni, hogy statisztikailag megoldjuk a dolgot. Ne kelljen kifizetni ezt az 1 millió forintot. 900-at. Köszönöm. Köszönöm szépen. További hozzászólások? Képviselőtestület ugye minden esztendőben, decemberben tárgyalja a rehabilitációs foglalkoztatással kapcsolatos előterjesztést. Ebben az esztendőben már a gondozási központ is része lesz a 21-es foglalkoztatásnál, és hát abban az esetben a testület ezt támogatja, akkor abban az esetben ott plusz foglalkoztatás érdekében, amit esetleg alpolgármester is mondott, lehet, hogy nem a szakmai állományban, de mégis a gondozási központ állományában foglalkoztatva, aki itt-ottam ott be fog tudni segíteni, erre majd megpróbáljuk megtalálni a lehetőséget, és ebben köszönöm, hogy segítesz majd, hogy a megfelelő személy is, aki mondjuk aránylag ezt a közeget azért jól fogja tudni kezelni. Parancsolj! Igen, nagyon kis dolog, de majd akkor is átgondoltam azt, hogy... De jó lenne, ha valaki állna az iFoodba, feladná a rendelő, városi rendelőnek a kapubejáratát, hívjuk mi így, és feladná a maszkot rájuk, és fújná a fertőtlenítőszert. Tehát ilyen egyszerű feladatok is vannak, bár egész nap vagy 4-6 órákat áll, és sem olyan egyszerű, de le is ültetjük. Tehát valóban, és a gondozási központhoz tartozik az ügyelet, és tehát találhatunk ilyet is. Tehát mondom, már ma is átment a fejemen, hogy de szeretnék egy ilyet, csak ki legyen ő. Majd meglátjuk. Előterjesztési vitáját lezárom, a beterjesztett határozati javaslatról fogunk dönteni, kérem szavazzunk. Hét igennal a képviselőtestület elfogadta. Következő 16. napi rendi pont, iskolai körzetek véleményezése, 190-es szám előterjesztés, jegyzőasszony. Köszönöm, polgármester. Nem részletezném, a tankerület küldte meg ismét a véleményezésre, és nincsen változás a körzetben tulajdonképpen. Köszönöm szépen. Az előterjesztést tárgyalta a közmentési bizottság. Képviselő úr, parancsa. Bizottság támogatja az elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdések következnek, képviselőtársak. Kérdése jelenkezőt nem látok. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? A beterjesztett határozati javaslatokon dönteni, kérem szavazzon. Hét igennel a képviselőtestület elfogadta. 17-es napi rendi pont, szexuális környék alapellátása és szakosított ellátási társaság társaság megállapodás pontosításának jóvágyása. 192-es szám előterjesztés. Köszönöm. A társas munkaszervezete készítette a társasi megállapodás módosítását, ami egyrészt pontosítja a bíróságra vonatkozó megnevezést, hiszen ebben változás volt központilag. Egyébként pedig a pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó rendelkezésekben vannak pontosítások. Itt a hozzájárulást, hogy mikor tárgyalja a társulás, meddig köteles elküldeni az erről való értesítő levelet, illetve arra vonatkozóan kerültek kiegészítésre a rendelkezések, hogy abban az esetben mi az eljárás, hogyha éppen Szekszár megyei jogúváros önkormányzata nem fizeti meg határidőre a hozzájárulást, mert erre eddig nem volt benne rendelkezés.
úgyhogy kérem a testületi megállapodás módosítást támogassa. Köszönöm szépen, annyival egészíteném ki, jegyzőasszonytól, hogy a társadalmi tanács támogatta a társadalmi megállapodásnak a módosítását. Kérdések következnek, képviselőtársa. Kérdés jelentkezőt nem látok, kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Az előterjesztés vitáját lezárom, a beterjesztett határozati javaslatról fogunk dönteni, kérem szavazzunk. Hét igennel a képviselőtestület elfogadta. 18. napi rendi pont szexuális környéke szociális alapszolgáltatás és szakosító ellátás társadalmi megállapodásának módosítása, 193-as szám előterjesztés, ahogy mondja a magyar Unterschreiben, de parancsol. Köszönöm. Tartalmában ugyanazt a módosítást tartalmazza, mint az előző társulási megállapodás módosítás. Kérem ennek is az elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdések következnek, képviselőtársak. Mert két társulás és mind a kettőt külön minősített többséggel kell elfogadni. Hozzászólás. Beterjesztett határozati javaslatot fogunk dönteni, kérem szavazzunk. Hét igennel a képviselőtestület elfogadta a társulási megállapodás módosítását. 19. napi rendi pont, szociális kiadások 2020 évi elirányzatainak kettőszámú módosítás jóváhagyása, 194-es számú előterjesztés. Képviselőtársak, elnök asszony is már jelezte az elmúlt ülésen, hogy aggályosnak látja a rendelkezésre álló kereteket az év hátralevő részében. Ezt áttekintettük a kollégáinkkal, figyelembe véve az elmúlt időszak teljesülését, illetve hát az elmúlt időszakokra vonatkozó várató kérelmeket, persze az időjárásra nincsen hatásunk. Azt a javaslatot terjesztettük elő, mert a határozati javaslat is tartalmaz, hogy bizonyos előirányzatok tekintetében emeléseket hajtsunk végre a költségvetési rendeletben elkülönített céltartalék keretnek a terhére, összességében mintegy 1 millió 870 ezer forint összegben. Az előterjesztés tárgyalta a Szociális Bizottság elnökasszony. A polgármester úr az összeg elosztását is megfelelőnek tartja a Szociális Bizottság, javasolnánk a testületnek a módosítás elfogadását, a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen. Kérdések következnek, képviselőtársak. Kérdés jelentkezőt nem látok. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Az előterjesztés vitáját lezárom, a beterjesztett határozati javaslatot fogunk dönteni, kérem szavazzunk. Igennel a képviselőtestület a határozati javaslatot elfogadta. 20. napi rendi pont, belterületi utak kártyúzására vállalkozó kiválasztása, 195-ös szám előterjesztés, irodavezető parancsol. Köszönöm szépen. Szokásunknak megfelelően az őszi kártyúzásra kértünk be három cégtől árajánlatot. A három cégből kettő nyújtott be, ebből a legkedvezőbb ajánlati árat a Kész Kft. Adta bruttó 1.901.810 forinttal. Javasoljuk a vállalkozóval történő szerződéskötést és a forrás biztosítása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdések következnek, képviselőtársa. Kérdés jelentkezőt nem látok. Kíván-e hozzászólni valaki az előterjesztéshez? Annyival egészíteném ki irodavezető urat, hogy nem ennyi sajnos a kátyú, aminek a felújítását el kellene végezni, hanem a források szabtak bizonyos határt. Ugye az előzetes felmérés az nagyjából kétszer ennyi felújítást igényelne. Viccesen meg is szokták jegyezni a választópolgárok, hogy most már a negyedik színű feljelölést látják. Ez a negyedik most már a megvalósítás jelenti, vagy ők kapnak majd egy ötödiket. Hát törekszünk gyakorlatilag természetesen a kátyúknak a helyreállításának, de műszaki szempontból azok az úthibák kerülnek most a források figyelembevételével kijavításra, amelyek műszaki károkat okozhatnak, adott esetben ütőkár vagy baleset veszély kialakulását eredményezhetik. Ezért biztos kérjük a képviselőtestületet, hogy egyrészt a rendelkezésre álló keret felhasználását biztosítsa mintegy 248 ezer forint kiegészítésével, hogy ezeket a munkálatokat el tudjuk végezni. További hozzászólás. Az előterjesztés vitáját lezárom, a beterjesztett határozati javaslatot fogunk dönteni, kérem szavazzunk.
7 igennel a képviselőtestület elfogadta. 21. napi rendi pontunk, medelkotrás kiegészítő munkáinak elvégzésére vállalkozó kiválasztása, 196-os szám előterjesztés, irodavezető parancsa. Köszönöm szépen. A korábbi döntésnek megfelelően aláírásra került a vállalkozási szerződés a viszapmentesítési munkákat végző vállalkozóval. Elvégezte a munkát, ez a viszap kiszállításra került önkormányzati területre, és az itt képződött depót kell elteríteni annak érdekében, hogy ezek a területek, amit a Bárvin mögött van, illetve a gázelosztó állomás mellett, hogy ezek mezőgazdasági művelés alá foghatók legyenek azon a szakaszon is. És ezeket a munkákra kértünk árajánlatot, a legkedvezőbb ajánlati árat az MVL for ZRT adta 1.524.000 forint összeggel. Javasoljuk a határozati javaslat elfogadását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérdések következnek, képviselőtárs. Kérdés jelenkezőt nem látok. Kíván-e valaki hozzászólni az előterjesztéshez? Alpolgármester úr, parancsoljon. Csak annyit szeretnék hozzászólni, hogy én szoktam hívogatni polgármester urat, mikor így a külterületi részeken járok, tehát csak ketten hordják oda, ahova. Tehát ha egy halmot mi leteszünk, akkor ketten a boldog és a boldogtalan rögtön oda talál, és mondjuk, ha mi letettünk 100 köbmétert, az 3 nap múlva biztos, hogy 120 lesz. Tehát gyalázatos mennyiségű, talán a sittet nem merem megkockáztatni, de minden van már, mondjuk főleg ott a volt juhodáj mögött, tehát gázfogadó, vagy gázátadó, vagy nem tudom milyen állomás környékén. Úgyhogy sürgősen meg kellene csinálnunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólás. Előterjesztés vitáját lezárom, a beterjesztett határozati javaslatot fogunk dönteni, kérem szavazni. Igennel a képviselőtestület a határozati javaslatot elfogadta. Képviselőtársak, a napi rendi pontok tárgyalásának a végére értünk. Köszönöm szépen a türelmeteket. Holnapi nap folyamán vendégünk lesz Süli János miniszter úr. Amennyiben gondoljátok, szívesen látunk benneteket, igyekszünk az egészségügyi szabályok betartása mellett megtartani a rendezvényt. Azt gondolom, hogy hasznos információkkal gazdagodunk az esemény kapcsán. Még egyszer köszönöm a közreműködést, a mai képviselőtestület ülés bezárom, a televízió nézőktől is búcsúzunk, mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést kívánok!